19. fejezet Voldemort szolgája Hermione felsikoltott. Black talpra szökkent. Harry úgy összerándult, mintha áramütés érte volna. Ezt a fúria fűz mellett találtam, szólt Piton, azzal a padlóra dobta a köpenyt. Közben gondosan ügyelt rá, hogy pálcája hegye végig Lupin melkasára mutasson. Hasznos holmi, Potter, köszönöm, piton kissé kifullatnak tűnt, de az is látszott, hogy alig bírja elfolytani diadalmas vigyorát. Biztosan érdekel, honnan tudtam, hogy itt vagytok, folytatta kár örömtől csillogó szemmel. Nos, egyenesen a szobádból jövök, Lupin. Mivel ma még nem vetted be az orvosságodat, gondoltam, átviszek neked egy serleggel. Az előzékenységem el is nyerte jutalmát. Az asztalodon ugyanis találtam egy ismerősnek tűnő térképet. Elég volt egy pillantást vetni rá is, már is megtudtam mindent, ami érdekelt. Láttam, amint végigfutsz az alagúton. Persze, szólt közben Lupin, de Piton letorkolta Damöldor nem hitte el nekem, hogy te segítettél Blacknek bejutni a kastélyba hát most itt a bizonyíték. De azt még én se gondoltam volna hogy van képetek megint ezt a viskót használni búvóhelynek. Félreérted a helyzetet, Perseus. Rázta a fejét Lupin. Nem hallottál mindent. Megmagyarázom. Sirius nem azért jött, hogy megölje Herit. Azkaban két fogója lesz gazdagabb ma este. Piton szeme megszállottan csillogott. Kíváncsi vagyok, mit fog szólni ehhez a fordulathoz, Zambildor. Váltig állította, hogy nem kell tartanunk tőled. Rémus Lupin, a szelíd vérfarkas. persze Perszelusz, szólt csendesen Lupin. Egy gyerekkori sérelem miatt képes lennél visszaküldeni egy ártatlan embert Azkabamba? Bum! Piton pálcája végéből három vékony kígyószerű kötél röppent ki. Az egyik rátekeredett Lupin szájára, a másik kettő gúzsba kötötte a csuklójánál és a bokájánál fogva. Lupin megingott, majd egyensúlyát vesztve a padlóra zuhant. Black dősen felhorkant, és már fordult, hogy rávesse magát Pitonra, de az számított a támadásra. Pálcájával egyenesen Black szeme közé célzott. – Adj rá okot! – sziszegte. – Adj rá okot, és esküszöm, megteszem! Black megtorpant. Piton és ő gyűlölettől eltorzult arccal néztek farkas szemet. Harry megkövült meret rájuk. Fogalma sem volt, kinek higgyen, kinek segítsen. Hermionéra majd róra pillantott, de úgy tűnt barátai épp olyan tanácstalanok, mint ő maga. Rón még mindig a kapálózó makesszal vergődött, Hermione viszont most tett egy tétoval lépést Piton felé, és megszólalt. Piton professzor, szerintem azért meghallgathatnánk, hogy mit akarnak mondani. Már így is búcsút mondhat a diplomájának Granger kisasszony, vetett oda Piton. Maga, Potter és Weasley tiltott helyen tartózkodnak egy vérfarkas és egy elítélt gyilkos társaságában. Most az egyszer, kivételesen, próbálja befogni a száját. De hogyha... ha tényleg tévedés történt, azt mondtam, fog be a szád! Rivolt Rápiton. Ne szólj bele abba, amiről fogalmat sincs! A blackre szegezett pálca hegye fenyegetően szikrázni kezdett. Hermione megszeppenve visszahúzódott. Édes a bosszú, fordult ismét Blackhez Piton. A legszebb álmam volt, hogy magam kapjalak el. Hát akkor örülj a sikernek, Perszerusz. Felelte Black, majd Ron felé bökött a fejével. Ha a fiú és a patkánya is jönnek, készséggel követlek a kastélyba. A kastélyba? Piton szája gonosz mosolyra húzódott. Velesleges olyan messzire menni, elég csak kilépnünk ebből a házból, és a dementorok tártkarokkal fogadnak minket. Boldogok lesznek, hogy viszont látnak téged. Merem állítani, hogy örömükben meg is csókolnak majd. Black fakú arca hol vált. Meg kell, meg kell hallgatnod, szólt reketten. A patkány, nézd meg azt a patkányt, Piton azonban túl volt már azon, hogy hassanak rá az észérvek. A szemében lobogó eszelős tűz még herit is megrémítette. – Gyerünk! – Indulás! – parancsolta Piton. Csettintett egyet, mire nyomban a markába röppent a lupint fogvatartó kötél vége. – A vérfarkast én vezetem. Remélem a dementorok tőle sem sajnálnak majd egy csókot. – Harry egy ugrással az ajtónál termett, és elállta a professzor útját. – Állj félre, Potter! – sziszegte Piton. – Már így is épp elég nagy bajban vagy. Ha nem sietek ide, hogy megmentsem az életedet. Lupin professzor százszor megölhetett volna. Vágott a szavába Harry. Egy csomószor voltam kettesben vele, amikor a dementorok elleni varázslata tanított. Ha tényleg Black cinkosa volt, miért nem végzett velem? Ne várd el, hogy követni tudjam egy őrült vérfarkas észjárását. Morogta Piton. Félre az útból, Potter. Maga egy megszállott bolond, kiabálta Harry. Vérbosszút akar állni azért, mert egyszer régen megtéfálták. Hallgass! Ordította magából kikelve Piton. Nem tűröm, hogy ilyen hangon beszévelem. velem. Térden állva hálálkodhatnál, amiért megmentettem az életedet. Megérdemelted volna, hogy kitekerjék a nyakad követhetett volna azt a nagyképű apádat. Őse volt hajlandó elismerni, hogy Black az orránál fogva vezette. És most férre az utamból, különben én raklakodébb. Takarodj, Potter! Harry egy szempillantás alatt döntött és cselekedett. Mielőtt Piton akár csak egy lépést tehetett volna felé, a magasba emelte a pálcáját. Kapitulátos! Kiáltotta, és az övével együtt két másik hang is felhorsant. A szoba falait hatalmas durranás rázta meg. Piton, mintha rugóra lépett volna, felrepült, majd háttal neki a falnak. Az ütéstől elvesztette az eszméletét, s összeroskadt, mint egy zsák. Fekete haja alól vékony csíkban csorgott a vér. Harry körülnézett. Hermione és Ron vele együtt mondták ki a lefegyverző varázsigét. Piton pálcája nagy évben a levegőbe repült, és leesett az ágyon heverő csámpás mellé. Black Harryre emelte a tekintetét. Kár, hogy kezet emeltél rá, szólt. Nyugodtan rám bízhattad volna. Harry kerülte a varázsló pillantását. Még mindig nem volt biztos benne, hogy helyesen cselekedett. Hermione rémülten pislogott az ájult piton felé. Megtámadtunk egy tanárt, hebegte. Ja, Istenem, ebből nagyon nagy potrány lesz. Lupin vergődve igyekezett letépni magáról a köteleket. Black Lehajolt hozzá, és néhány mozdulattal kiszabadította. Köszönöm, Harry. Szólt Lupin, és megdörzsölte a kötelektől elzsibbadt karját. Nem mondtam, hogy hiszek maguknak. Morogta a fiú. Akkor ideje bemutatnunk a bizonyítékot. Bólintott Black, majd Ronhoz fordult. Gyerünk, fiam, add ide peter -t. Ron védelmezően szorongatta patkányát. Hagyja már békén, próbálkozott erőtlenül. Nem hiszem, hogy ma miatt szökött meg Azkabánból. Ez mese! Ron segélykérő pillantással nézett barátaira. Jó, lehet, hogy Petigrú patkányán tudott változni, de hát a földön rengeteg patkány él. Honnan tudhatta volna, hogy melyiket kell keresnie, amikor végig börtönbe volt? Lupin Black felé fordult, és kissé felvonta a szemöldökét. Ez jogos kérdés, Sirius, bolintott. Honnan tudtad, hogy Peter itt van? Black találja zsebébe csúsztatta csontsovány kezét, és előhúzott egy gyűrött papírdarabot. Kisimította, majd felmutatta a többieknek. A papír egy újságból kivágott fotó volt. Az a kép, ami előző nyáron a reggeli profétában jelent meg, a vízdi családról. A fényképen ott feszített Ron vállán Makesszal. De hát hogy került ez hozzád? Kérdezte döbbenten Lupin. Karameltől kaptam, felelte Black. Tavaly nyáron, mikor lejött a Skabamba ellenőrzést tartani, elkértem az újságját, és rögtön a cínlapon megpillantottam Pétert. Ennek a fiúnak a vállán. Rögtön felismertem, hiszen számtalan szó láttam átváltozni. A cikkben pedig az állt, hogy a fiú ősztől ismét itt lesz. Itt, a Roxfordban, ahova Harry is jár. Uramisten! Motyogta Lupin smakeszra, majd újból a képre nézett. A merső lába. Mi bajuk van vele? Csattant Ferron. Hiányzik az egyik ujja. Felelte Black. Hát persze. Csoválta a fejét Lupin. Milyen egyszerű, brilliáns ötlet. Levágta az ujját, igaz? Közvetlenül azelőtt, hogy átváltozott. Bolintott Black. Mikor sarokba szorítottam, a járókelők füle hallatára kiabálni kezdett, hogy én elárultam Lilith és James-t. Aztán, mielőtt megátkozhattam volna, felrobbantotta a fél utcát a háta mögött rejtett pálcával. Hat méteres körzetben mindenkit megölt, ő maga pedig leiszkolt a csatornába, a többi patkány közé. Talán te is hallottad, a drón, tette hozzá Lupin. Az egyetlen felismerhető darab, amit Peterből megtaláltak, az egyik újja volt. Biztos egy másik patkány harapta le Makesz ujját. Ő a családi patkányunk mióta csak az eszemet tudom. Pontosan 12 éve él nálatok, szólt Lupin. Sose tetted fel a kérdést, hogy vajon miért ilyen hosszú életű? Azért, azért, mert gondját viseltük és vigyáztunk rá. Most még sincs túl jó formában, jegyezte meg Lupin. Gondolom azóta gyengelkedik, mióta megtudta, hogy Sirius megszökött a börtönből. Azért beteg, mert retteg attól a bolond macskától, vágtaráron, és a békésen doromboló csámpásra mutatott. Harry tudta, hogy az érvelés sántít. Mikor csámpás belépett a képbe, Makesz már csont és bőr volt. Betegeskedett, mióta csak Ron hazaért Egyiptomból, mióta elterjedt Black szökésének híre. Ez az állat nem bolond, szólt rekedtem lek, és megsimogatta csámpás bozontos fejét. Ez a legokosabb macska, amelyet valaha láttam. Az első pillanattól fogva tudta, miféle patkányjal van dolga, és mikor találkoztunk, azonnal rájött, hogy nem vagyok igazi kutya. Nem volt könnyű elnyernem a bizalmát, de amióta megértettem vele, hogy mi a célom, segít nekem. Úgyhogy segít, kérdezte döbbenten Hermione. Megpróbálta elhozni ide peter de nem sikerült neki. Ezért megszerezte nekem a jelszavakat, hogy bejuthassak a Griffendél toronyba. Ha jól tudom, egy fiú éjeli szekrényéről lopta el a listát. Harry úgy érezte, mintha minden mondat egy-egy súlyos szikla volna, ami az agyára nehezül. Olyan hihetetlenül abszurd volt az egész, és mi is. Peter azonban megérezte a veszélyt és elmenekült. Ez a macska, csámpásnak neveztétek? Később elmondta, hogy Peter vérnyomokat hagyott a lepedőn. Biztos megharapta magát, a jól bevált trükkhöz folyamodott, és eljátszotta a saját halálát. Harry egy csapásra magához tért. És miért kellett eljátszania, hogy meghalt? Fakad ki dühösen. Mert maga meg akarta ölni ahogy a szüleimet is megölte. Nem így van, rázta a fejét Lupin. Harry, és most eljött, hogy végezzem vele. Így van, sziszekte Black, és Mageszra villantotta a szemét. Akkor mégiscsak Pitonnak volt igaza, kiabálta Harry. Hát még mindig nem érted, rázta a fejét Lupin. Végig azt gondoltuk, hogy Sirius elárulta a szüleidet, és Peter felkutatta őt. Pedig ennek az ellenkezője történt, Peter árulta el anyádat és apádat, és ő menekült Sirius elől. Ez nem igaz, kiabálta indulatosan Harry, és Blackre mutatott. Ő volt a titok gazdájuk, mielőtt maga ideért be is ismerte, hogy megölte őket. Black lassan megcsóválta a fejét, milyen ülő szeme lázasan csillogott. Harry szólt. Azt ismertem be, hogy miattam haltak meg. Rábeszéltem Lilyt és James-t, hogy Pítört válasszák helyettem. Az utolsó pillanatban döntöttünk úgy, hogy ő lesz a titok gazda, nem én. Én tehetek mindenről. Ez nem is kétséges. Aznap este, amikor a szüleid meghaltak, elmentem Peterhöz, hogy megnézzem, biztonságban van-e. A búvóhelyét üresen találtam, de dulakodásnak nem volt nyoma. Éreztem, hogy valami nincs rendjén, és egyenesen hozzátok siettem. Mikor megláttam a romba tölt házat és a két holtestet, rögtön tudtam, hogy ez Péter műve. És az enyém, aki ajánlottam őt. Black hangja elcsuklott, gyorsan elfordította a fejét. Elég a magyarázkodásból, szólalt meg Lupin, olyan kemény, szigorú hangon, amilyet Harry még soha nem hallott tőle egyetlen módja van annak, hogy megtudjuk, mi történt valójában. Ron, add ide azt a patkányt. Mit akarnak vele csinálni? Aggodalmaskodott Ron. Kényszerítjük rá, hogy mutatkozzon meg valódi alakjában, felelte Lupin. Ha tényleg patkány, nem lesz semmi baja. Ron hosszasan vívódott, de végül feladta, és átnyújtotta Lupinnak ma A patkány kétségbe esetten vergődött, és úgy visított, mintha elevenen nyúznák. Készen állsz, Sirius? kérdezte Lupin. Black, aki időközben magához vette Piton varázspálcáját, most odalépett Lupinhoz, és izzó tekintettel merett a kapálózó patkányra. Együtt csináljuk? kérdezte halkan. Ha nem bánod. Lupin egyik kezével makeszt tartotta, a másikban varázspálcáját. Háromra. Egy, kettő, három. Mindkét pálca hegyéből kékes-fehér fénycsóva tört elő. Makesz egy pillanatig a levegőben lebegett, Ron rémülten felkiáltott, azután leesett a padlóra. Ekkor újabb vakító villanás következett, azután Harry úgy érezte, mintha egy fejlődő fáról készült gyorsított felvételt nézne. A padlóról kinőtt egy fej, aztán egy törzs, abból kezek és lábak hajtottak ki, és mire észbe kaptak, már egy görnyett, kezét tördelő ember állt Makesz helyén. Csámpás felborzolta a szőrét, és dühösen nyávogva toporgott az ágyon. A férfi meghökkentően alacsony volt, alig magasabb, mint Harry vagy Hermione. Ritkás, se haja kócosan merett a levegőbe, félig eltakarva kopasz feje búbját. Alkatánál fogva pocakos ember volt, de látszott, hogy rövid idő alatt rengeteget fogyott. Mocskos bőrét sűrű, fekete szőr nőtte be, hegyes orrával és apró, vizenyős szemeivel így ember alakban is patkányra emlékeztetett. Rémülten zihálva körülnézett a szobában, s Harry észrevette, hogy lopva az ajtó felé pislog. – Servus, Peter! – köszöndötte Lupin olyan derűs nyugalommal, mintha a patkányok naponta változtak volna körülötte régi diák cimborákká. – Rég nem láttuk egymást! Sz – Sirius, Rémusz! – cincogta Petigru – és megint az ajtó felé sandított. Barátaim, kedves barátaim! Black már emelte volna a pálcáját, Lupin azonban megragadta a csuklóját, és egy pillantással türelemre intette. Azután ismét Pettigróhoz fordult, és csevegő hangon folytatta. Tudott Peter, épp azon tanakodtunk, hogy pontosan mi is történhetett Lily és James halálának estéjén. Említettünk érdekes részleteket, amelyek talán elkerülték a figyelmedet a nagy visítozás közepette. Rémusz, hebegte Petigru, spuffat arcán kövér velejték cseppek jelentek meg. Ugye nem hiszel neki, meg akart ölni Rémusz? Tudunk róla, felelte hűvösen Lupin. Épp ezért szeretnék tisztázni veled egy-két dolgot, ha lennél olyan szíves. Most is azért jött, hogy meggyilkoljon, visított fel Petigru, és Blackre mutatott. Harry észrevette, hogy a középső ujját nyújtotta ki, a mutató ujja ugyanis hiányzott. Megölte Lilit meg James-t, és velem is végezni akar, segíts rajtam, Remus! Black arca most volt csak igazán halálfejszerű, ahogy jéghideg tekintettel Petigrúra merett. Amíg nem tisztáztunk bizonyos dolgokat, senki nem öl meg senkit, szólt Lupin. Mit kell itt tisztázni? fejét kapkodva újra körbe pislogott, és a bedeszkázott ablakok után ismét az egyetlen ajtóra esett a pillantása. Tudtam, hogy üldözni fog, tudtam, hogy megint megpróbál az életemre törni, tizenkét évig rettegésben éltem. Tudtad, hogy Sirius meg fog szökni Azkabánból? Ráncolta a homlokát Lupin, de hisz ez még soha senkinek nem sikerült olyan képességei vannak, amiket mi elképzelni sem tudunk. Kiabálta Petigrú. Különben hogyan jutott volna ki? Tudod, ki megtanította őt a sötét trükkjeire? Black nevetni kezdett. Visszhangzott a szoba, száraz, örömtelen kacagásától. Még hogy Voldemort trükköket tanított nekem? Petigrú úgy vonaglott meg, mintha Black korbáccsal csapott volna végig rajta. – Mi van? Félsz hallani a régi urad nevét? – recsegte Black. – Nem is csodálom, Peter. Nem lehetsz valami népszerű a többi csatlósa körében. – Nem, nem tudom, miről beszélsz – motyogta Petigrú. Még az eddiginél is szaporábban zihált, és egész arca verejtékben fürdött. – nem előlem bújkáltál tizenkét évig, folytatta Black. Voldemort régi szövetségeseitől féltél. Hallottam egy-egy smást Azkabánban, Peter. Ha tudnák, hogy élsz, egy-kettőre megtalálnának. Abból, amit álmokban kiabáltak, kiderült, hogy úgy vélik, a köpönyeg forgató őket is átverte. Voldemort a te tanácsodra ment el Potterékhez, ahol elérte a végzet. És bizony nem mindenki került Azkabánba, aki hajdan Voldemort csatlósa volt. Rengetegen közülük ma is szabadon járnak. Persze meghúzzák magukat, és úgy tesznek, mintha megbánták volna az eltévejedésüket. De ha megtudnák, hogy életben vagy, Péter. Nem értem, mit akarsz tőlem, vinyogta Petigrú. Megtörölte arcát a talárja újjában, és esdeklő tekintetten Lupinra nézett. Egy szavát se hidd el, ez őrültség! Bevallom, Peter, szólt higgadtan Lupin, nem világos számomra, hogy miért él valaki tizenkét évig patkánybőrben, ha ártatlan. Ártatlan vagyok, de féltem, visította Petigru. Ha Voldemort szövetségesei bosszút akarnak állni rajtam, akkor csak azért, mert aszkabamba juttattam az egyik legjobb emberüket, Sirius Blacket, a kémet! Black arca eltorzult a dütől. Hogy merészelsz kémnek nevezni engem? Horkant fel olyan hangon, mintha megszólalt volna benne az a medve méretű kutya, amivé változni szokott. Melyikünk sündörgött folyton a nála erősebb és okosabb emberek körül? Te, Peter! Az első percben rá kellett volna jönnöm, hogy te vagy a kém! Mindig is erős barátokat kerestél magadnak, hogy legyen, aki vigyázz rád. Az iskolában mi voltunk azok, én és Rémus meg James. Pettigru újra megtörölte az arcát, úgy kapkodta a levegőt, mint a fuldokolna. Még hogy én kém volnék, neked elment az eszed, soha, hogy mondhatsz ilyet? Lily és James csak azért tettek meg titokgazdának, mert ezt a tanácsot kapták tőlem. Black szavaiban olyan mérhetetlen dücsendült, hogy Pettigrew ösztönösen hátrált egy lépést. Azt hittem, tökéletes tervet eszeltem ki. Félrevezetésnek szántam. Voldemort engem próbált volna megkörnyékezni. Meg se fordult volna a fejében, hogy james egy ilyen hitvány, együgyű alakot kértek fel, mint te. Te persze rohantál hozzá, és nagy büszkén elmondtad, hogy ki tudod szolgáltatni neki potteréket. Ez volt nyomorult életed nagy pillanata. Pettigrew zavartan motyogott valami légiből kapott dologról, meg örültségről. Harry figyelmét azonban nem a szavai kötötték le, hanem a férfi hamuszín arca és rémülten cikázó pillantása, amelyel hol az ablakokat, hol az ajtót fürkészte. Lupin professzor! Szólalt meg félénken Hermione. Mondhatok valamit? Hát persze, Hermione, felelte udvariasan Lupin. Tudjuk, hogy Makesz, vagyis ez, a, ez az ember, három évig abban a szobában lakott, ahol Harry. Ha tudja kinek dolgozik, miért nem próbálta megtámadni őt? Tessék, visította lelkesen Petigrú, és csónka kezével hermione mutatott. Köszönöm, látod, Rémusz? Herinek a haja szála se görbült. Miért nem bántottam, ha egyszer alkalmam volt rá? Megmondtam miért, szólt Black. Mert világ életedben csak akkor tettél bármit, ha hasznot származott belőle. Voldemort tizenkét éve bujdosik, és úgy hírlik, csak hálni jár a lélek. Még hogy meggyilkolt a nagyhatalmú Albus Dumbledore egyik diákját egy szánalmas emberi roncs kedvéért. Ugyan már. Te nem teszel ilyet. A kisújat sem mozdítod Voldemortért, amíg meg nem bizonyosodsz róla, hogy megint ő a legerősebb bika a csordában. Ezért is költöztél egy varázsló családhoz. Ott csak füdelni kellett, és mindig hallhattad a híreket. Vártad, hogy a régi mentorod újból erőre kapjon, és kockázat nélkül visszatérhes hozzá. petigrú csak tátogott. Egyetlen hangot sem bírt kinyögni. Hermione megköszörülte a torkát. Blackcour ehm, Black úr, Sirius? Black összerezzent, majd döbbenten a lányra merett. Időtlen idők óta nem fordult elő, hogy valaki barátságosan, sőt, udvariasan szólt hozzá. Hogyan sikerült kijutni a az ha nem használt fekete mágiát? Köszönöm! Pettigrew hevesen bólogatott. Így van! Pontosan ezt akartam! Lupin egyetlen pillantással elnémította. Black összevonta a szemöldökét, nem tűnt bosszusnak, inkább töprengő arcot vágott. Nem tudom, hogyan sikerült, felelte habozva. Azt hiszem, csak azért nem őrültem meg a börtönben, mert tudtam, hogy ártatlan vagyok. Ez a gondolat, ami önmagában nem boldogít, s így a dementorok nem szippanthatták ki, segített megőrizni az ép eszemet és az öntudatomat. A varázs erőm sem veszett el. Mikor úgy éreztem, hogy nem bírom tovább, átalakultam kutyává. A dementorokról tudni kell, hogy vakok. Black nyelt egyet. Nem látnak, csupán az érzések kisugárzását fogják fel. Mikor kutya voltam, Bizonyára érezték, hogy az érzelmeim kevésbé összetettek, kevésbé emberiek, de úgy gondolták, hogy én is megtébolyodtam, mint a többiek, úgyhogy nem törődtek a dologgal. Persze, nagyon legyengültem, hisz pálca nélkül nem tudtam távol tartani őket magamtól. De aztán megláttam Pétert azon a képen. Megtudtam, hogy itt van Harry közvetlen közelében, és csak a kezét kell kinyújtania, ha hírét veszi, hogy a sötét oldal újból erőre kapott. Petigrú a fejét rázta, hangtalan szavakat formált ajkaival, és közben megbabonázva mered Blackre. Ha szövetségesei akadnak, azonnal lecsaphat. Tálcán viheti nekik az utolsó pottert ha a kezükre adja Herit, kimerni azzal vádolni, hogy elárult a Voldemort nagyurat. Ellenkezőleg ünnepelt hősként fogadnák. Beláthatjátok, hogy nem maradhattam tétlen. Én voltam az egyetlen, aki tudta, hogy Peter életben van. Erinek eszébe jutott, mit mesélt Mr. Weasley a feleségének. Az őrök elmondták, hogy Black egy ideje beszélt álmában. Mindig azt mondta, a Roxfordban van. Olyan volt, mintha valaki lángra lobbantotta volna az agyamat. Ezt a tüzet a dementorok nem tudták eloltani, hiszen rögeszme volt, nem boldogító érzés. De erőt merítettem belőle, és kitisztult tőle a fejem. Egyik este, mikor kinyitották a cella ajtaját, kutya képében kisurrantam mellettük. Az állatok jelenlétét sokkal nehezebben érzékelik. Nem csoda hát, hogy megzavarodtak. Én sovány voltam, csont és bőr. átfértem a rácsok között. Kiúztam a szárazföldre, és éjszak felé vettem az irányt. Kutya képében belopakodtam a Roxforti birtokra, és behúztam magam a tiltott rengetegben. Persze, a kvidics meccseket mindig kijöttem megnézni. Harry ugyanolyan pompásan repülsz, mint az apád. Black ránézett Harry-re. A fiú most már nem fordította el a fejét. Higgy nekem, szólt a varázsló. Nem árultam el Lilit és James-t. Ha megölnek, se árultam volna előket. Ennyi elég volt Herinek. Egy szó se jött ki összeszorult torkán, így hát csak bólintott. Ne! Petigrú úgy rogyott térdre, mintha Heri a halálos ítéletére bólintott volna rá összekulcsolt kezekkel térden állva csúszott a padlón vádlói lába előtt. – Sirius! Peter vagyok! Peter a barátod! Nem teheted! – Black rúgott egyet felé, és Pettigrew összegörnyedt. Épp elég koszos a találom, anélkül is, hogy hozzányúlnál. Sziszegte Black. Petigrú most Lupinnál próbálkozott. Rémusz, visította rimánkodva. Ugye nem hiszed el ezt a badarságot? Sirius szólt volna neked, ha megváltoztattuk volna a tervet. Kivéve, ha azt gyanította volna, hogy én vagyok a kém, Peter. Felelte higgadtan Lupin. Felteszem, ezért nem avattál be a titokba, Sirius. Szólt át Petigrú feje fölött Blacknek. Bocsáss meg, Rémusz, nézett rá Black. Szóra sem érdemes, tapancs barátom én pedig téged tartott a lakkémnek, úgyhogy cserébe te is bocsáss meg nekem. Ez csak természetes, bolintott lek, és beesett arcán, mintha egy mosoly árnyéka suhant volna át. Ő is elkezdte felcsavarni a találja ujját. Együtt végzünk vele? Együtt. Felelte komoran Lupin. Csak nem, ez nem lehet, hebegte Petigró. Térden állva megfordult és átmászott Ronhoz. Ron, hát nem voltam jó barátod, hűséges patkányod? Nem hagyhatod, hogy megöljenek? Te mellettem állsz, Ron, ugye te mellettem állsz? A fiú azonban leplezetlen undorral merett rá. Egy ilyen szörnyeteg aludt az ágyamban. Kedves fiam, kedves gazdám, Petigrú Ron felé csúszott. Nem engedheted, hogy megtegyék, a patkányod voltam, odaadóan szolgáltalak! Nem nagy dicsőség, hogy patkánynak jobb voltál, mint embernek, mordult rá, Black. Ron elsápadt a fájdalomtól, de összeszorította a fogát, és elhúzta törött lábát petigrú keze elől. Petigró térden állva megfordult, Hermione felé mászott, és megmarkolta a lány talárjának szegélyét. Kedves kislány, okos kislány, te nem engeded, ugye? Segíts rajtam! Hermione kitépte ruháját Pettigró kezéből, és borzadva a falhoz hátrált. A férfi egész testében remegni kezdett, és lassan Harry felé fordította a fejét. Harry, Harry, mintha az apádat látnám, a te arcod, az ő arca! Hogy merészeled megszólítani, Herrit? Rivalt rá Black. Hogy merészelsz a szemébe nézni, és Jamesről beszélni neki? Harry! suttogta Petigru, és segélykérően kinyújtott kézzel Harry felé araszolt. James nem kívánná a halálomat! Harry, James megértő lenne, megkönyörülne rajtam! Black és Lupin együtt ugrottak oda Petigruhoz. A vállánál fogva megragadták, és háttal a padlóra lökték. Petigru a rettegéstől rángatózó arccal merett rájuk. Eladtad Lilit és James-t Voldemortnak, sziszegte Black, aki maga is reszketett az indulattól. – Mered még tagadni? – Petigrú sírva fakadt, és ettől csak még visszataszítóbb látvány nyújtott. Ahogy ott kuporgott a padlón, olyan volt, mint egy csúnya, kopaszodó óriás csecsemő. – Szíriusz, Szíriusz, hát mit tehettem volna? A sötét nagyúrnak, ezt se tudjátok képzelni, rettenetes hatalma volt, féltem, Szíriusz, hisz sose voltam olyan bátor, mint te, meg Rímus, meg James. Én nem akartam bántani őket. Tudod ki, kényszerített rá. Ne hazudj, tajtékzott Black. Mikor Lily és James meghaltak, te már egy éve rendszeresen küldted a jelentéseidet Voldemortnak. A kéme voltál. De hisz addigra szinte mindenütt átvette a hatalmat, nyafogta Pettigrew. Kint segített volna, ha megtagodom a parancsát. Kint segített volna, ha szembeszállsz minden idők a leggonoszabb fekete mágusával? Sziszegte dühösen Black. Azokon az ártatlanokon, akik meghaltak miattad. Hát nem érted, Sirius? siránkozott Pettigrew. Ha nem engedelmeskedem, Voldemort megölt volna, akkor meg kellett volna halnod. Ordította az arcába Black. Inkább a halál, mint hogy elárult a barátaidat. Mi az életünket adtuk volna, érted? Black és Lupin egyszerre emelték a magasba pálcájukat. Tudhattad volna, szólt Lupin, hogy ha nem Voldemort öl meg, akkor mi fogunk. Ég veled, Peter. Hermione a kezébe temette arcát, és a fal felé fordult. Ne! kiáltotta Harry. Egy ugrással petigrú és a rászegeződő pálcák között termett. Nem ölhetik meg, zihálta. Nem tehetik. Black és Lupin döbbenten néztek rá. Harry, ez a vinyogó, koszos féreg tehet róla, hogy árva vagy, mordult fel, fogcsikorgatva Black. A te halálodat is, szemrebben is nélkül végignézte volna. Hallottad, mit mondott. A rongy élete fontosabb volt neki, mint a te egész családod. Tudom, zihálta Harry. Felvisszük őt a kastélyba, átadjuk a dementoroknak, vigyék csak el Aszkabánba de ne mi jöjjük meg. Köszönöm, Petigru átölelte Harry térdét. Meg se érdemlek, ekkora kegyet örökké hálás leszek neked. Eresszen el, mordult rá undorodva Harry, és lerúgta magáról Petigru karját. Maga nem érdemel semmiféle könyörületet, csak azért védem meg, mert apám nem akarná, hogy a legjobb barátai gyilkosokká váljanak. Egy ilyen patkány miatt. A szobában senki nem mozdult, a csendet csak Petigró sípoló zihálása törte meg. Black és Lupin egymásra néztek. Azután, mint egy vezényszóra, mindketten leeresztették a pálcájukat. Harry, szólt Black, neked, és csak neked van jogod megkegyelmezni neki. De jól fontold meg a döntést. Gondolj bele, mit tett. Vigyék Aszkabánba, ismételte Harry. Ha valaki, ő megérdemli, ami ott vár rá. Petigrú még mindig ott liegett a háta mögött. Ahogy akarod, bólintott Lupin, állj félre. Harry habozott, ígérem, nem teszek kárt benne, biztosította Lupin, csak megkötözöm. Harry bólintott és félreállt. A már ismert kötelek ezúttal Lupin pálcájából röppentek ki, s Pettigru egy szempillantás múlva már gúzsba kötve felpeckelt szájjal hevert a padlón. Black újra rászegezte a pálcáját. Figyelmeztetlek, Peter, mordult rá. Ha megpróbálsz átalakulni, abban a minutumban végzünk veled. Egyet értesz, Harry? Harry lenézett a padlón vetrengő szánalmas alakra, és jól láthatóan bólintott. Akkor ezzel megvolnánk. Vette át az irányítást Lupin. Ron, a csontforrasztás Madame Pomfrey szakterülete, úgyhogy azt javaslom, egyelőre érd be egy idéglenes kötéssel. A gyengélkedőn majd szakszerű ellátást kapsz. Oda lépett Ronhoz, és pálcáját a fiú lábához érintette. Ferula. Mire szoros sínpója tekeredett a törött végtagra, Lupin felsegítette Ront. A fiú óvatosan kipróbálta, hogy tudja-e terhelni beteg lábát, és fel sem sziszent. Így jó, bólintott, köszönöm. Mi lesz Piton professzorral? Kérdezte Hermione, és az alélt tanár felé is logott. Lupin lehajolt pitonhoz, és kitapintotta a pózusát. Nincs komoly baja, állapította meg. Egy kicsit túl löttetek a célon, de így legalább nyugton marad. Ájultan is fel tudjuk vinni a kastélyba. Mobilikorpus. A varázsszóra szóra piton csuklója, térde és nyaka lassan emelkedni kezdett, mintha láthatatlan zsinórok húznák a plafon felé. Az ernyett test álló helyzetbe fordult, és ott lebegett néhány centiméterrel a föld fölött, akár egy fejet ingató, groteszk marionett figura. Lupin felemelte a padlóról a láthatatlanná tévő köpenyt, és találja zsebébe tömkötte. Ketten bilincseljék össze magukat ezzel. Szólt Black, és lábával megbökte Petigrút. Csak a biztonság kedvéért. Az egyik én leszek, bólintott Lupin. A másik én, mordult fel és oda a fogolyhoz. Black súlyos vasbékjókat varázsolt elő a számokra, s néhány másodperc múlva petigrú már újra a saját lábán állt. A bal kezét Lupin jobbjához, jobb kezét pedig Ron baljához bilincselték hozzá. Ron komor eltökéltséggel játszotta a fegyőr szerepét. Szemmel láthatóan személyes sértésnek érezte, hogy Pettigrew ma képében a bizalmába férkőzött. Csámpás egy könnyed az ajtónál termett, és bozontos farkát zászlóként lengetve kivezette a csapatot a szobából. 20. fejezet A dementorok csókja Harry még sosem volt ilyen bizarr kompánia tagja. Az emeletről levonuló menetet csámpás vezette. Nyomában Lupin, Pettigru és Ron lánccsörgető hármas fogat a trappolt lefelé. Őket a lebegő piton követte, aki előre bukott fejével úgy festett, mintha bambám meredne a lépcsőfokokon végig zongorázó cipőjére. Megalázó helyzetét a mögötte haladó Sirius Blacknek köszönhette, aki a tulajdon varázspálcájával tartotta őt a levegőben. Black sarkában a két sereghajtó Harry és Hermione lépkedett. Az alakútba csak nagy ügyjel bajjal sikerült bejutniuk. Lupin, Petigrú és Ron oldalazva kecmeregtek át a lyukon, és a mutatvány közben Lupinnak arra is ügyelnie kellett, hogy pálcájával végig sakban tartsa Pettigrew-t. Végül sikeresen bejutottak, és hátulról még látta, ahogy csámpás, és a bilincses trió libasorban elindulnak az alagútban. Sirius Black Előbb bekormányozta Pitont a nyíláson, ő maga csak azután mászott be. Harry és Hermione követték. Mivel az alagút nem csak széltében, de belmagasságát tekintve is meglehetősen szűk volt, a lemegő Piton feje lépten nyomon nagyot koppant a mennyezeten. Black azonban jelét sem adta annak, hogy bármit is kívánna tenni ez ellen. Jó néhány perces néma baktatás után a varázsló hirtelen Harryhez fordult. Tudod, mit jelent az, ha most feladjuk Peti rút? Kérdezte. Hogy maga szabad. Igen, bolintott Sirius. Ami azért fontos, mert... Nem tudom, említették-e valaha neked, de én vagyok a keresztapád. Igen, tudom, felelte Harry. Emellett a szüleid arra is megkértek, hogy legyek a gyámapád ha velük esetleg történne valami. Harry visszafojtotta a lélegzetét, csak remélni merte, hogy keresztapja tényleg arra gondol, amire szavai utaltak. Természetesen megértem, ha a nagynénédéknél akarsz maradni, folytatta Black. De azért fontold meg a dolgot. Ha sikerült tisztára mosni a nevem, és ha esetleg, ha új otthonra vágysz, Harry úgy érezte, mintha egy kisebb bomba robbant volna fel a gyomrában. Úgy érti, hogy magához venne? Hebegte. Ösztönösen felegyenesedett, aminek következtében jól beverte a fejét a mennyezet egyik kiszögellésébe. Komolyan elvinne dörzéktől? Számítottam rá, hogy nemet mondasz, visszakozott Black. Megértem, hogy ragaszkodsz a nagynénédékhez. Csak szeretném, ha tudnád, hogy mit beszél horkant fel Harry olyan rekett, elfuló hangon, ami még Siriusnak is becsületére vált volna. Hogy ne akarnám otthagyni dörzéket? Van saját háza? Mikor költözhetek át? Black megtorpant és hátrafordult. Piton feje most még szaporábban kopogott a mennyezeten, de Siriuszt ez pillanatnyilag a legkevésbé sem érdekelte. Hozzám költöznél? Komolyan mondod? Hát persze! Sirius elkínzott arcán ekkor jelent meg az első, igazi mosoly. A változás döbbenetes volt. A halálfejmaszk mögött egy tíz évvel fiatalabb férfi tűnt fel. Harry most először érezte, hogy ugyanaz az ember áll vele szemben, aki a szülei esküvői fényképéről ránevetett. Több szó nem esett köztük, amíg el nem érték az alagút túlsó végét. Az élen haladó csámpás addigra már kimászott a szabadba. Bizonyára megérintette a fűszfát elaltató görcsöt, mert egy nyikkanás sem utalt rá, hogy a kievickélő lupint petigrút és ront harcias ágcsapások fogadták volna. Sirius kinavigálta Pitont a pitontajukon, azután félreállt, hogy előre engedje Herit és Hermionét. Ő maga utolsóként kapaszkodott fel a meredek kürtőben. A parkban korom sötét volt, csak a kastély ablakai világítottak a távolban. A csapat némán folytatta útját. Petigrú még mindig zihált, és néha panaszosan felfelnyögött. Harry agya vadul zakatolt. Ott hagyja dörzliéket. Sirius Blacknél a szülei legjobb barátjánál foglakni még a gondolatba is teljesen beleszédült. Milyen képet vágnak majd, ha megtudják, hogy a szökött fegyenchez költözik, akit a tévében láttak. Egy rossz mozdulat és véged, Peter. Szólt fenyegetően Lupin, és a baljában tartott pálcát oldalról Peti melkosának szegezte. Ahogy haladtak, a kastély ablakok egyre nagyobbnak és fényesebbnek tűntek piton még mindig aléltan úszott a levegőben, fogai újra meg újra összekoccantak, ahogy állkapcsa a szegycsontjához verődött. Azután egyszer csak az égen kószáló felhőket tovább kergette a szél, s a dús füvön halvány árnyékok rajzolódtak ki. A parkot éjeli fényárba vonta a telihold. Piton beleütközött Lupin, Petigrú és Ron hármasába, akik hirtelen megtorpantak. Sirius döbbenten megállt, majd kinyújtott karjával sorompóként elzárta Harry és Hermione útját. Harry Lupin sötét sziluettjére merett. A professzor előbb megdermett, majd végtagjai vadul remegni kezdtek. – Uramisten! sikkantott fel Hermione. – Nem itta meg az esti bájitalát! – Ránk fog támadni! Fussatok el! Suttogta Sirius. Gyerünk! Szaladjatok! Herinek eszében se volt sorsára hagyni a Petigróhoz és Lupinhoz bilincselt ront. Elindult barátja felé, de Sirius a derekánál fogva elkapta és visszadobta. Őt bízd rám! Rohanj! Hátborzongató hörgés hangzott fel. Lupin feje és teste nyúlni kezdett, mintha képlékeny masszává változott volna. Válla és gerince megkörnyet, majd sűrű szőr borjánzott el arcán és karmos mancsá korcsosuló kezén. Csámpás felborzolta bundáját, és nyávogva hátrálni kezdett. A vérfarkas villogó fogait csattogtatta. Ekkor Sirius hirtelen eltűnt Harry mellől. Ő maga is átalakult, és óriás kutya képében a bilincsét lerázó farkashoz ugrott. Fogaival a fenevad tarkóját célozta meg a bundájánál fogva igyekezett elvonzolni a farkas trón és petíró közeléből. Az nem hagyta magát, s a két állat között fogak és karmok ádáz tusája bontakozott ki. Harry hosszú másodpercekig megkövülten bámulta a jelenetet. Csak akkor ocsudott fel, amikor meghallotta Hermione rémült sikoját. Petigrú Lupin elejtett varázspálcája felé ugrott, magával rántva az ingatag lábakon álló ront. Durranás hallatszott, valami felvillant. Sron már is mozdulatlanul hevert a földön. Egy újabb durranás nyomán Csámpás a levegőbe repült, és méterekkel odéblandult a fűben. Kapitulátus! ordította Harry, és Pettigrúra szegezte varázspálcáját. Lupin pálcája suhogva a magasba röppent. Nem mozduljon, Petigru! A férfi azonban már átalakult. Harry odarohant trónhoz, a fiú kinyújtott karját szorító bilincs másik pántja már üres volt. Mellette még utoljára megvillant a hosszú, kopasz farok, azután már csak a fűben iszkoló apró lábak zaja jelezte a patkány útját. Ekkor dühös üvöltés és fenyegető morgás ütötte meg Harry fülét a kutya, és a vérfarkas párviadala véget ért. Az utóbbi feladta a küzdelmet, és elügetett az erdő felé. – Sirius! – Kiáltotta Harry: Petigru átalakult és megszökött! A kutya pofája és háta csatakos volt a vértől. Eddig lihegve hevert a fűben, de Harry szavaira felpattant, és egy szempillantás múlva eltűnt a sötétben. Harry és Hermione romfölé hajoltak. Mit csinált vele, Petigru? suttogta Hermione. Ron kitátott szájjal, és félig behunyt szemmel hevert a fűben. Az biztos volt, hogy él. Jól láthatóan lélegzett, de nem volt eszméleténél. Fogalmam sincs. Harry tanács körülnézett. Lupin és Black messze jártak. Nem maradt velük senki, csak az ájultan levitáló piton. Felvisszük őket a kastélyba, és keresünk egy tanárt. Határozott Harry. Hátra simította a szemébe lógó hajfürtjeit, és igyekezett a feladatra összpontosítani. Gyerünk! Ekkor azonban panaszos nyűszítés hangzott fel valahol a távolban. Egy kínlódó kutya. Szűkölése. Szírius. Sirius! Motyogta Harry a sötétbe meredve. Gyorsan végig gondolta a megváltozott szituációt. Ronért pillanatnyilag semmit nem tehettek, Black viszont a hangokból ítélve segítségre szorult. Harry futásnak erett, és Hermione habozás nélkül követte. A szűkölés valahonnan a tó felől hallatszott, arra vették hát az irányt. Harry rohanás közben érezte, hogy kihűl körülöttük a levegő, de nem tudatosult benne, mit jelent ez. A szűkülés egyszerre abba maradt. Harry és Hermione a tópartra érve nyomban látták, hogy miért. Sirius visszaváltozott emberré, négy kézláb kupolgott a földön, s fejét a keze alá temette. – Ne! – nyöszörögte. – Könyörgök! Ne! – Harry ekkor látta meg őket. Száz, vagy talán még annál is több fekete, csukjás alak közeledett feléjük. Harry megpördült a tengelye körül, szinte azon nyomban érezte, hogy átjárja a jól ismert bénító hideg, majd lassan a fehér köd is megjelent bármerre nézett maga körül, mindenütt újabb és újabb dementorok bontakoztak ki a sötétből. A rémalakok bekerítették őket. – Hermione, gondolj valami vidám dologra! – kiabálta Harry, és a magasba emelte a pálcáját. Pislogva igyekezett megszabadulni a köttől, s vadul rázta a fejét, hogy elhallgattassa a felcsendülő sikolyokat. A keresztapámnál fogok lakni, elköltözöm dörzléktől. Siriusra, és csak is Szíriuszra akart gondolni. Erejét megfeszítve koncentrált, és közben kantálni kezdte a varázsigét. Expecto patronum! Expecto patronum! Black egész testében megremegett, majd holtsápat arccal a földre hanyatlott, és nem mozdult többé. Magához fog térni. Oda költözöm hozzá, nála fogok lakni. Expecto Patronum! Hermione, segíts! Expecto Patronum! Expecto! Suttogta Hermione. Expecto! Expecto! A varázslat nem sikerült. A dementorok már csak tíz lépésnyire voltak tőlük, s a fenyegető, fekete gyűrű egyre szűkült. Expecto Patronum! üvöltötte Harry, túlharsogva a fejében zengő sikolyokat. Expecto patronum! Pálcaja hegyéből vékony, ezüst szín füstség tört elő, és ugyanabban a szempillantásban érezte, hogy a mellette álló Hermione a földre roskad. Egyedül maradt. Teljesen egyedül. Expecto... Expecto Patronum! Ő maga is térdre rogyott, és szinte már semmit sem látott a fehér ködön kívül kétségbe esetten igyekezett megőrizni derülátó gondolatait. Sirius ártatlan, ártatlan, túl fogjuk élni. Az ő házában lakunk majd. Expecto patronum! Zihálta. Alaktalan patronusának halvány fényénél látta, hogy az egyik dementor megtorpan. Nem tudott áthatolni az ezüstös kötfelhőn. A fekete köpönyeg alól előbukkant egy nyálkásan csillogó kéz, és olyan mozdulatot tett, mintha félre akarná söpörni a patronust. Ne! Ne! Sikoltott fel Harry. Sirius ártatlan! Expecto... Expecto patronum! Érezte a dementorok borzalmas auráját, s hörgő sóhajai gonosz szélviharként kavarogtak körülötte. A legközelebb álló dementor, mintha habozott volna, azután felemelte rohadó kezeit, és hátrahajtotta csukjáját. A kámzsa alól a vak halál arca bukkant elő. A feleslegessé vált szemüregeket vékony szürkés hártya nőtte be. Nem úgy a szájat. A sötéten ásító, alaktalan lyukon halálhörgést idéző zajjal süvített be a levegő. Harryt megbénította a rettegés. sem mozdulni, se szólni nem tudott többé. Erőtlen patronusa egy szempillantás alatt semmivé foszlott. A fehér köd immár teljesen elvakította. Harcolnia kell. Expecto patronum semmit nem látott. Valahol a távolban felcsendült egy ismerős hang. Expecto patronum. A ködben kinyújtotta a kezét, és kitapogatta Sirius karját. Nem fogják tönkretenni őt. Majd azt érezte, hogy két erős csontos kéz ragadja meg a nyakát. Kényszerítették, hogy felfelé tartsa arcát. Érezte a jeges lehelletet. Vele végeznek hát elsőként. Az oszló test bűze megcsapta az orrát. Anyja sikoltásai a fülében csengtek. Ez lesz az utolsó hang, amit életében hall. Ekkor azonban, mintha valami ezüstös derengés hatolt volna át a folytogató ködön. A fény egyre erősödött, és Harry érezte, hogy arccal a fűbe zuhan. Hány ingere volt, egész testében remegett, s még annyi erejesen volt, hogy a fejét oldalra fordítsa. Úgy, ahogy feküdt, kinyitotta a szemét. A fűszálakat vakító fény világította meg. A sikoltozás elhalt a fejében, s a hideg is enyhülni kezdett. Valami megzavarta a dementorokat. Valami, ami most ott cikázott Sirius, Hermione és ő körülötte. A dementorok hörgése egyre halkult, távolodtak, a fűszálakon meleg, nyári fuvallat söpört végig. Harry összeszedte minden erejét, és a fény felé nézett. Egy nagy testű állatot pillantott meg, mely a tó víztükrén poroszkált a túlsó part felé. A könyv és a szemébe csorgó verejték függönyén át, pislogva igyekezett kivenni, miféle állat lehet. Fényes volt, akár egy egyszorú. Mikor elérte a partot, megállt. Harry az ájolással viaskodva figyelte a jelenetet. Az állat odalépett egy emberhez, aki felemelte a kezét, hogy megsimogassa. Az alak furcsán ismerősnek tűnt. De nem. Az lehetetlen. Harry semmit sem értett az egészből, és képtelen volt tovább gondolkodni. Érezte, hogy az utolsó csepp erő is kiszáll tagjaiból, és a következő pillanatban elsötétült előtte a világ. 21. fejezet Hermione titka Megdöbbentő, felfoghatatlan, kép csoda, hogy Élve megúszták, elképesztő, hőst hajtott végre piton. Köszönöm, miniszter úr. Merlindé, ezüst fokozat. Mit ezüst? fokozat, ha el tudom intézni. Hálásan köszönöm, miniszter úr. Csúnya sebet szerzett. Felteszem Blackműve. Nos, nem, miniszter úr. Ezt Potter, Weasley és Granger tették velem. Micsoda? Az első perctől fogva egyértelmű volt, hogy Black megbabanázta őket. Viselkedésükből ítélve a konfúziós átkot alkalmazta rajtuk. A gyerekek ugyanis azt a téveszmét hangoztatták, hogy Black esetleg ártatlan lehet. Nem voltak beszámíthatók. Mindazonáltal a felelőtlen magánakciójuk miatt a gazember kis hián kicsúszott a markunkból. A gyerekek nyilván azt hitték, hogy maguk is el tudnak bánni Blackkel. Megjegyzem, az elbizakodottságuk annak köszönhető, hogy a tanév során nem egy kihágást követhettek el büntetlenül. Potternek pedig, ugyebár az igazgató úr kezdettől fogva különleges státuszt biztosított. Hát igen, tudja, hogy van ez, Piton. Valamennyien hajlunk rá, hogy elnézőbbek legyünk, ha Harry Potterről van szó. Hát persze, de vajon jót tesz neki, ha mindig kivételezettként kezelik? Én a magam részéről igyekszem ugyanúgy bánni vele, mint a többi tanítványommal. Más diákot legalábbis felfüggesztenének, ha ilyen veszélyének tennék ki a társait. Gondoljon csak bele, miniszter úr. Megsértett minden elképzelhető szabályt, azokat is, amelyeket kimondottan az ő biztonsága érdekében vezettünk be. Tiltott időben, tiltott helyen tartozkodott, ráadásul egy vérfarkas és egy elítélt gyilkos társaságában. Megjegyzem, erős a gyanúm, hogy korábban, engedély nélkül lejárt Roxmords faluba is. Nehéz ügy, Piton, nehéz ügy. Sok botorságot művelt a fiú, ez kétségtelen. Harry csukott szemmel, mozdulatlanul fülelt. Még mindig kába volt. Karamel és Piton szavai egyenként verekedték át magukat a dobhártyáján, slusta pataként csörgedeztek az agyában. Végtagjai, mintha ólomból lettek volna, de még a szemhéját se bírta felemelni. Legszívesebben ott feküdt volna a kényelmes ágyon az idők végezetéig. Nem tudom mire vélni a dementorok szokatlan viselkedését, maga meg tudja magyarázni, hogy miért vonultak vissza a Piton. Nem, miniszter úr. Mikor magamhoz tértem, már elindultak a kijelölt őrhelyük felé. Elképesztő. Black, Harry és a lány mégis. Mikor rájuk találtam, mindhárman ájultam feküdtek. Először is megkötöztem Blackket, azután odavarázsoltam három hordányat, és felhoztam őket a kastéba. A beszélgetésben szünet állt be. Harry feje lassan tisztulni kezdett, és ezzel egy időben mardosó érzés támadt a gyomra mélyén. Kinyitotta a szemét. Kissé homályosan látott. Bizonyára levették a szemüvegét. Az nyilvánvaló volt, hogy a gyengelkedőben van. A terem végében álló alak pedig egyértelműen Madame Pomfri volt. A javas asszony a legutolsó ágy mellett tevékenykedett. Harry hunyorogva odasandított, s egy tűzvörös foldban felismerte Ron haját. Óvatosan megfordította fejét a párnán. A holdfény megvilágította a szomszédos ágyat, amelyben Hermione feküdt. A lánynak nyitva volt a szeme, s arca feszült figyelmet tükrözött. Mikor észrevette, hogy Harry magához tért, gyorsan az ajkára szorította újját, majd az ajtó felé mutatott. Az félig nyitva volt, ezért hallatszott be a folyosón áldogáló karamel és piton beszélgetése. Madame Pomfrey most ott hagyta ront, és Harry ágyához sietett. A fiú megfordult, és a javas nézett. Madame Pomfrey falazó tégla méretű csokoládé tömböt tartott a kezében. Látom, felébredtünk, állapította meg. Letette a csokoládét, Harry éli szekrényére is neki látott, hogy egy kis kalapáccsal falatnyi darabokra törje. Hogy van Ron? kérdezte kórusban Hergi és Hermione. Túléli, felelte Kurtán a javasasszony. Ami pedig titeket illet. Itt maradtok megfigyelésre, amíg... Potter, ezt meg hogy képzeled? Harry felült az ágyban, órára vigyeztette szemüvegét, és felkapta a varázspálcáját. Beszélnem kell az igazolató úrral, jelentette ki. Nyugodj meg, Potter, csitította Madame Pomfrey. Elfogták Blacket. Biztos helyen van. A dementorok perceken belül végrehajtják rajta a csókot. Micsoda! Harry kiugrott az ágyból, és Hermione követte a példáját. A kiáltás azután a folyosóra is kihallatszott. Cornelius Karamel és Piton besiettek a korterembe. Harry, Harry, mi a baj? Rémüldözött Karamel. Neked az ágyban a helyed. Kaptál már csokoládét? Miniszter úr hadarta Harry. Sirius Black ártatlan. Peter Pettigrew nem halt meg. Találkoztunk vele ma este. Nem engedheti, hogy a dementorok bántsák Siriuszt. Ő... Karamel azonban csak mosolygott, és a fejét csóválta. Képzelődsz, Harry. Borzalmas dolgokon mentél keresztül, ki kell pihenned magad. Feküdj le szépen, és bízd ránk a dolgot. Tudjuk, hogy mit kell tennünk. Nem tudják, kiabálta Harry. Nem Sirius a bűnös! Hermione oda sietett Harry mellé, és esdeklő arccal nézett Karamerre. Miniszter úr, kérem, hallgasson meg minket! szólt. Én is láttam Petigrút. Ron patkánya volt, mert hogy animágus, mint Petigrú. Látja, miniszter úr, a fejét Piton. Mindkettőnek téveszméi vannak. Black alapos munkát végzett. Nincsenek téveszméink, tajtékzott Harry. Miniszter úr, professzor, csattant fel Madame Pomfrey. Nyomatékosan kérem, hogy azonnal távozzanak. Már épp eléggé felizgatták a betegeimet. Csak szeretném elmondani, hogy mi történt valójában, harsogta dühösen Harry. Miért nem bírnak végighallgatni? Madame Pomfrey villámgyors mozulattal jókora csokoládé kockát dugott Harry szájába, majd egy páciense döbbenetét kihasználva visszatuszkolta őt az ágyra. – Miniszter úr, ezek a gyerekek ápolást igényelnek? – Nagyon kérem, távozzanak! Ekkor újra kinyílt az ajtó, és belépett rajta Dumbledore. Harry szuszogva lenyelte a csokoládét, és újra felült az ágyában. – Dumbledore professzor, Sirius Black, ez nem lehet igaz! – sápítozott Madame Pomfrey. Az Isten szerelmére. Ez nem társalgó, hanem korterem, igazgató úr. Ragaszkodom hozzá, hogy ne haragudjon, poppi, vágott a szavába Dumbledore. De beszélnem kell Harryvel és Granger kisasszonynal. Sirius black jövök. Gondolom, magának is ugyanazt a dajka mesét adta elő, amit a gyerekek agyába ültetett. Sziszek te piton a patkányról, meg az állítólagos Petigrúról. Valóban erről szólt Black története. Felelte higgadtan Dumbledore, és félhold alakú szemüvegén át fürkésző pillantást vetett Pitonra. – És az én bizonyítékaim nem számítanak? – fortyant fel Piton. – Nem láttam Petigrút, se a szellemszálláson, se a parkban. – Azért nem látta, mert nem volt magánál, tanár úr szólt közbe elszántan Hermione. És mire megérkezett, már Granger kisasszony fogja be a száját. No de piton, méltatlankodott Karamel. Az ifjú hölgy beteg, ne beszéljen vele ilyen hangon. Szeretnék szót váltani Harryvel és Hermionéval, mondta ellentmondás nem tűrő hangon Dumbledore. Cornelius, Perserus, Poppy, kérem, hagyjanak magunkra. Igazgató úr, fortyant fel Madame Pomfrey. A betegeimnek ápolásra és nyugalomra van szükségük. Sajnálom, de ez nem várhat, felelte Dumbledore. Nem vitatkozom. Madame Pomfrey sértődötten felszegte a fejét. Elcsörtetett a korterem túlsó végéből nyíló szobája felé, és becsapta maga mögött az ajtót. Karamel elővette mellénye zsebéből súlyos aranyóráját, és rápillantott. Ha minden igaz, a dementorok már itt vannak. Szólt: Megyek, fogadom őket, odafent találkozunk, Albus. A miniszter az ajtóhoz lépett, kinyitotta, és pitonra nézett. A bájitolt tanár azonban nem mozdult. Remélem egy szót se hiszel Black meséjéből. Suttogta, és Dumbledore arcába merett szeretnék beszélni Harryvel és Hermionéval, ismételte az igazgató. Piton egy lépést tett felé. Sirius Black már 16 éves korában megmutatta, hogy mennyit ér neki egy ember élete. Hadarta folytott hangon. Talán már elfelejtette, Dumbledore? Elfelejtette, hogy Black meg akart ölni engem? Mindenre pontosan emlékszem, Perseus, felelte csendesen az igazgató. Piton sarkon fordult, és kimasírozott karamel mellett az ajtón. Dumbledore és a gyerekek végre magukra maradtak. Harry és Hermione egymás szavába vágva hadarták el a történetet. Tanár úr, Black igazat mond, láttuk Petigrút, de megszökött, amikor Lupin professzor vérfarkassá változott. Patkányként élt, Hiányzik egy új Petigró melső lábáról, illetve a kezéről. Petigrú tette ezt Ronnal, nem szériusz? Dumbledore két kezét felemelve jelezte, hogy válaszolni szeretne. Kérlek, figyeljetek rám, kezdte halkan. És ne vágjatok a szavamba, mert szorít minket az idő. Black történetét semmi sem igazolja a ti vallomásotokon kívül. Márpedig két 13 éves varázsló növendék szava, Vaj, mi keveset nyomalatban. Egy sereg szemtanú eskü alatt vallotta, hogy Sirius megölte pedig Én magam adtam igazolást a minisztériumnak arról, hogy Sirius volt Potterék titokgazdája. Lupin professzor is megmondhatja, szaladt ki Harry száján. Lupin professzor jelenleg a tiltott rengetegben bújdokol, és nincs olyan állapotban, hogy bárkinek bármit megmondjon mire újból ember alakot ölt, Sirius már túl lesz azon, ami a halálnál is rosszabb. Ráadásul a varázsló társadalom súlyos előítéletekkel viseltet a vérfarkasok iránt, úgyhogy az ő vallomása sem érne sokat. Az a tény pedig, hogy Sirius és ő régi barátok, de hát hallgass végig, Harry. Lásd be, hogy szélmalom harcot vívtok. Piton professzor története sokkal meggyőzőbb, mint a tietek. Piton gyűlöli Szíriuszt, csattant fel keserűen Hermione. Minden áron bosszút akar állni rajta valami buta tréfa miatt. Sirius nem úgy viselkedett, mint egy ártatlan ember. Összekaszabolta a kövér dámát, késsel a kezében behatolt a Griffendél toronyba, amíg be nem mutatjuk Petigrút, élve vagy halva, addig az ítélet érvényben marad. De maga hisz nekünk? Igen, hiszek. Felelte csendesen Dumbledore. Másokat viszont nem tudok meggyőzni az igazságról, és a mágia ügyi miniszter döntését sem áll módomban felülbírálni. Harry az igazgató komor arcára merett, s úgy érezte, hogy mentem megnyílik alatta a föld. Az elmúlt években Szilárd meggyőződésévé vált, hogy Dumbledore számára nincs megoldhatatlan probléma. Titokban most is azt remélte, hogy az igazgató csak csettint egyet, és nyomban helyreáll a világrendje. De erre nem került sor. Az utolsó reményük is szerte faszlott. Egyetlen esélyünk van, szólt lassan Dumbledore, és égszínkék szeme Heriről Hermione-ra vándorolt. Időt kell nyernünk. De Kezdte Hermione, azután egyszer csak elkerekedett a szeme. Ó, jól figyeljetek, folytatta Dumbledore minden egyes szót gondosan artikulálva. Sirius, Flitwick professzor szobájában van, a hetedik emeleten. Az a tizenharmadik ablak a nyugati toronytól számolva. Ha minden jól megy, ma este két ártatlan életét is megmenthetitek. De egy valamit, jól véssetek az eszetekbe. Senki nem láthat meg benneteket. Hermione, tudod mi a törvény? Tudod, mi forog kockán? Senki nem láthat meg titeket. Harry egy szót se értett az egészből. Dumbledore sarkon fordult, de az ajtóból még visszanézett rájuk bezárlak titeket a kórterembe. A pontos idő az órájára pillantott. 23 óra, 55 perc. Három fordítás, elég lesz Hermione. Sok szerencsét. Sok szerencsét, visszhangozta Harry, mikor Dumbledore mögött becsukódott az ajtó. Három fordítás. Miről beszélt? Mit vár tőlünk? Mit csináljunk? Hermione nem felelt. Helyette kapkodva Kigombolta a talárja nyakát, és hosszú, vékony aranyláncot húzott elő a ruha alól. Gyere ide, Harry! szólt izgatottan. Gyere már! Harry odalépett hozzá. Hermione két kézzel felemelte a láncot, és Harry látta, hogy azon egy parányi, csillogó homokóra függ. Bújj bele! utasította a lány. Harry engedelmesen bedugta a fejét az aranyláncba. Készen állsz? Harry értetlenül rázta a fejét. Mit csinálunk? Hermione egymás után háromszor megfordította a homokórát. A sötét korterem eltűnt, és Harry úgy érezte, mintha iszonyatos sebességgel repülne hátrafelé. Elmosódott, tarka foltok suhantak el mellette. A dobhártyáját, mintha kalapáccsal püfölték volna. Kiáltani próbált, de nem hallotta a saját hangját. Aztán hirtelen újra szilárd talajt érzett a lába alatt, és egy szempillantás alatt kitisztult a kép. Hermione mellette állt az üres bejárati csarnokban. A padló kőlapjai fényesen csillogtak a nyitott tölgyfajton át beáradó napfényben. Harry döbbenten Hermionehoz fordult. A vékony aranylánc megfeszült, és a nyakába vágott. Hermione, mit, gyerünk! Hermione karon ragadta Herit, és a csarnok túlsó végében álló tisztítószeres szekrényhez vonszolta. Feltépte a szekrény ajtaját, betuszkolta Herrit a felmosó vödrök közé, majd ő is bemászott, és behúzta maga mögött a szekrény ajtót. Mi ez? Hogyan? Mi történt velünk, Hermione? Visszamentünk az időben, magyarázta suttogva a lány, miközben segített Herinek kibújni a láncból. Pontosan három órát. Harry a sötétben kitapogatta a saját lábát, és jól belecsípett. Érezte a fájdalmat, és ez bizony azt igazolta, hogy nem álmodik. De hát, cs, hallgass csak! Lépteket hallok. Lehet, hogy... lehet, hogy mi vagyunk azok? Hermione a szekrény ajtóra szorította a fülét. Átvágnak a csarnokon. Igen, ezek mi vagyunk. Most indulunk Hagridhoz. Azt akarod mondani, hogy egyszerre vagyunk ide-bent és oda-kint? Igen, suttogta Hermione, fülét még mindig az ajtóra tapasztva. Biztos, hogy mi vagyunk azok. Háromnál nem lehetnek többen. Lassan megyünk, mert rajtunk van a láthatatlannál tévő köpeny. Elhallgatott és a fülét hegyezte. Lementünk a lépcsőn. Hermione aggódó arccal leült egy felfordított vödörre, és eltöprengett. Harry azonban még nem fogyott ki a kérdésekből. Honnan szerezte ezt a homokórát, vagy mit? Időnyerő a neve, suttogta Hermione. És meggalagony professzortól kaptam. Egész évben nap mint nap használtam, mert csak így tudtam eljutni az összes órámra. Meg kellett esküdnöm meggalagonynak, hogy senkinek nem szólok róla. Mindenféle kérvényeket kellett írnia a minisztériumnak, hogy megkaphassam győzködnie kellett őket, hogy mint a diák vagyok, és csak is tanulási célra fogom használni az időnyerőt. Ha egyszerre több órán kellett részt vennem, egyszerűen visszaforgattam az időt, érted? De, Harry, fogalmam sincs, mit vár tőlünk Dumbledore. Miért mondta, hogy menjünk vissza három órával korábbra? Miért lesz ettől jobb Siriusnak? Harry elgondolkozva merett a lány arcába. Bizonyára történt valami mostanában, amin változtatnunk kellene. Töprengett hangosan. De micsoda? Három órával ezelőtt lementünk Hagridhoz. Most van három órával ezelőtt, javította ki Hermione. És mi most megyünk le Hagridhoz, hiszen hallottuk, ahogy lemegyünk a lépcsőn. Eri a homlokát ráncolta. Még a feje is belefájdult a lázas töprengésbe. Dumbledore azt mondta, két ártatlan életét is megmenthetjük. Egyszerre, mintha lámpást gyújtottak volna a fejében. Hermione. Megmentjük csikócsört. De hát, mit segítünk azzal Siriusnak? Dumbledore azt mondta, elmondta nekünk, hogy melyik Flitwick szobájának ablaka. Oda zárták be Siriuszt. Csikócsőr hátán az ablakhoz kell repülnünk, és meg kell szöktetnünk a keresztapámat. Csikócsőr és Sirius együtt fognak elmenekülni. A félhomályban is igen jól kivehető volt Hermione rémült fintora. Csoda kellene hozzá, hogy mindezt észrevétlenül végigcsináljuk. Akkor is meg kell próbálnunk, jelentette ki Harry. Felállt, és most ő tapasztotta a fülét az ajtónak. Minden csendes. Gyere, induljunk. Óvatosan kinyitotta a szekrényajtót. A bejárati csarnok üres volt. Kimásztak a szekrényből, és Láboj hegyen a tölgyfa ajtóhoz szaladtak. Odakint már megnyúltak az árnyékok, és a napsugarak most is aranysárgára festették a tiltott rengeteg fáinak csúcsát. – Ha valaki kinéz a parkba – nyöszörögte Hermione, és aggodalmasan pislogott a kastély ablakai felé – Futni fogunk, döntött Harry. Egyenesen beszaladunk az erdőbe. Elbújunk a fák között, és onnan figyeljük az eseményeket. Rendben, ziálta izgatottan Hermione. De az üvegházakat megkerülve menjünk, Hagrid ajtajából. Nem szabad látszanunk, különben megpillanthatjuk magunkat. Lassan elérjük Hagrid kunyhóját. Harry úgy határozott, hogy majd út közben gondolja át a lány szavait, és futásnak erett. Hermione követte. A konyha átvágva berohantak az üvegházak mögé. Ott egy percre megálltak erőt gyűjteni, megbeszélték, hogy melyik oldalról kerülik meg a fúria fűzet, azután megkezdték a hosszú sprintet a tiltott rengeteg menedéket nyújtó fái felé. Harry ért előbb célba. Elrejtőzött a legközelebbi fa mögött, és ott várta be Hermionét, aki pár másodperccel később meg is érkezett. Jól van, Zihált a lány. Most pedig lopozzunk Hagrid házához, de óvatosan, nehogy meglásson minket valaki. Zajtalan léptekkel elindultak az erdőszéri fák árnyékában. Alig, hogy megpillantották Hagrid kunyhójának ajtóját, kopogtatást hallottak. Gyorsan beiszkoltak egy öreg tölgyfa mögé, és két oldalt kilesve figyelték, mi történik. Az ajtó kinyílt, és megjelent a sápat reszkető Hagrid. A következő pillanatban Harry meghallotta három órával előbb mondott szavait. Csak mi vagyunk. A láthatatlanná tévő köpeny van rajtunk. Engedj be, akkor levesszük. Hagrid félreállt. De hisz megírtam, hogy ne gyertek le. Suttogta, azután becsukta az ajtót. Micsoda őrült kaland, csóválta a fejét Harry. Menjünk tovább, suttogta Hermione. Csikócsör közelében keressünk rejtek helyet, Folytatták útjukat a fák között, s végül megpillantották a tökágyás kerítéséhez pányvázott, nyugtalan hipogriffet. – Most? – suttogta Harry. – Nem! – rázta a fejét Hermione. – Ha most szükünk meg vele, az a bizottsági ember meg a hóhér azt fogják gondolni, hogy Hagrid engedte szabadon. Ki kell várnunk, amíg megbizonyosodnak róla, hogy csikócsör itt van. – Akkor kb. egy percünk lesz az akcióra. – mologta Harry. Lassan ő is kezdte úgy gondolni, hogy lehetetlen feladatra vállalkoztak. A kunyhóból hangos csörömpölés szűrödött ki. Hagrid, most töri össze a teljes kancsót, suttogta Hermione. Mindjárt megtalálom a kezd. És valóban, alig két perc múlva felcsendült Hermione sikoja. Hermione, fordult a lányhoz Harry. Mi lenne, ha... ha egyszerűen berontanánk magunkhoz vennénk Petigrút, és... Isten mencs! Suttogta rémülten Hermione. Hát még mindig nem érted? Amit most csinálunk, azzal megsértjük a varázslók egyik legfőbb törvényét. Senki nem változtathatja meg a múltat. Senki. Hallottad, mit mondott Dumbledore? Ha meglátnak minket, de is csak mi és Hagrid látnánk minket. Harry, szerinted hogyan reagálnál, ha meglátnád magadat? Amint önmagadra töröd az ajtót, hát valószínűleg beleőrülnék, felelte Herni. Vagy azt hiszem, hogy az egész fekete mágia. Pontosan, megzavarodnál, sőt, talán rá is támadnál saját magadra, hát nem érted? Megalagony professzor mesélt nekem azoknak a varázslóknak a sorsáról, akik belepiszkáltak az időbe egy csomóan közülük megölték leendő, vagy épp múltbeli önmagukat. Jó, meggyőztél, visszakozott Harry. Csak egy ötlet volt, gondoltam. Hermione oldalba bökte, és a kastély felé mutatott. Harry kissé odébb húzódott, hogy jobban lássa a távoli tölgyfajtót. Dumbledore, Karamel, az öreg bizottsági tag, és Mekner, a hóhér már a lépcső aljánál jártak. Mindjárt kijövünk, suttogta izgatottan Hermione. Néhány másodperc múlva kitárult Hagrid kunyhójának hátsó ajtaja, és Harry meglátta önmagát, amint Ron, Hermione és Hagrid társaságában kilép a kertbe. Élete legfurcsább élménye volt ott állni a fa mögött, és meglesni a tökágyásban ácsorgó önmagát. – Semmi baj, csikó! Itt vagyok! – nyugtatgatta Hagrid a hipogriffet. Azután Harry-ekhez fordult. – Induljatok! – Menjetek! Ne, Hagrid, nem hagyhatunk itt! Elmondjuk nekik, mi történt valójában. Nem ölhetik meg. El kell mennetek, még csak az hiányzik, hogy titeket is megbüntessenek. Harry pislogva nézte a múltbeli Hermionét, aki most ráborította a ronra és a másik Harryre a bűvös köpenyt. Menjetek, ne nézzétek végig, és ne is hallgatozzatok! Ismét kopogtattak a bejárati ajtón. Megérkeztek a kivégzés résztvevői. Hagrid besietett a kunyhóba, az ajtó félig nyitva maradt mögötte. Harry a fotókban lelapuló füvet nézte és hallgatta a három pár láb lépteinek halk zaját. A köpönyeges Harry, Ron és Hermione lassan eltávolodtak. A fák között rejtőző Harry és Hermione viszont hallották, mi történik odabent a kunyhóban. Hol van a bestia? kérdezte fagyosan Megner. Odakint, nyöszörögte Hagrid. Hátul. Harry gyorsan visszahúzta fejét a fa mögé, mert a kunyhó ablakában megjelent Megner arca. A hóhér szemügyre vette csikócsört. Azután karamel hangja szűrődött ki a nyitott hátsó ajtón. Nos, öm, fel kell olvasnom neked a kivégzési parancsot, Hagrid. Ígérem, gyors leszek azután alá kell írnod, ahogy megnernek is. Megner, magának is itt kell lennie a felolvasáskor. Ez az előírás. A hóhér arca eltűnt az ablakból. Eljött a cselekvés ideje. Maradj itt, suttogta Harry, majd én elhozom. Mikor ismét felcsendült karamel hangja, Harry kilépett a fa mögül, átogrott a tökányás kerítésén, és csikócsör elélépett. A veszélyes lények likvidálását jóváhagyó bizottság határozata értelmében a Csikócsőr nevű hipogrif a továbbiakban elítélt június 6-án napnyugtakor kivégzendő. Harry mélyen belenézett Csikócsőr égő narancsszínű szemébe, és meghajolt. A hipogrif térdre ereszkedett, majd újra felállt. Harry sietve kibontotta a csomót Csikócsőr kötelén. A kivégzés módja lefejezés. Végrehajtója a bizottság által kijelölt Walden McNer. Gyerünk, csikócsőr, suttogta Harry. Segíteni akarunk rajtad, gyere már, csendesen, ne csapj zajt. Aláírásukkal tanúsítják. Itt írd alá, Hagrid. Harry minden erejével meghúzta a kötelet, de csikócsőr egy tapottat sem mozdult. Akkor hát, sünk túl rajta! Hallatszott ki a kunyhóból az agg bizottsági tag reszketek cérna hangja. Hagrid, talán jobb lesz, ha maga idebent marad. Nem, nem, ott akarok lenni mellette, nem hagyhatom magára. A léptek zajából ítélve a kunyhóban tartózkodók elindultak az ajtó felé. Gyerünk, csikócsőr, sziszegte Harry. Nagyot rántott a hipogrif nyakára feszülő kötélen. Az állat mérgesen csattogtatta a szárnyát, de végre hajlandó volt elindulni. Még mindig három méternyire voltak az erdő szélétől. A kunyhó ajtajából bárki tisztán láthatta őket. Ekkor felcsendült a kunyhóban Dumbledore hangja. Egy pillanat, Megner. Magának is alá kell írnia. A lépések zajában szünet állt be. Harry újra megrántotta a kötelet. Csikócsőr ingerülten megrázta a fejét, de kisé megszaporázta lépteit. Az egyik fa mögül kibukkant Hermione falfehér arca. Sies! Harry hallotta, hogy Dumbledore továbbra is szóval tartja a kunyhóban tartózkodókat. Harmadszor is megrántotta Csikócsőr kötelét, és a hipogrif kelletlenül ügetni kezdett. Végre beértek a fák közé. Gyorsan, gyorsan! sürgette őket Hermione kiugrott a fa mögül, és ő maga is megragadta Csikócsőr csörkötelét. Harry hátra nézett a válla fölött. Már nem látta se a kunyhót, se a kertet. Vagyis ők se látszottak onnan. Álljunk meg! Súgta oda hermione -nak. Meg ne halljanak minket! A kunyhó hátsó ajtaja nagy csattanással kicsapódott. Harry, Hermione és Csikócsőr csör mozdulatlanul álltak. Úgy tűnt, még a hipogrif is érdeklődve hallgatózik. Egy pillanatig csend volt. Azután... Hol van? kérdezte az öreg bizottsági tag. Hol van az állat? Az előbb még itt volt, bizonygatta dühösen a hóhír. A saját szememmel láttam. Itt állt kipányvázva. Roppant különös, szólt Dumbledore higgadt, sőt, némileg derűs hangon. Csikó, hebegte Hagrid suhintás, majd puffanás hallatszott. A hóhér dühében a kerítésbe vágta bárgyát. Azután felhangzott Hagrid óbégatása, de herjék ezúttal értették is, mit mond. Megszökött! Megszökött! Ezem azt a drága kis csőrét! Biztos kiszabadította magát! Jól van, csikó, okos vagy! Csikócsör kötele megfeszült, az állat vissza akart menni Hagridhoz. Herdi és Hermione a sarkukra állva rángatták vissza. Elkötötték a bestiát, Csattan fel a hóhér. Kutassuk át a birtokot, az erdőt. Ogyan már, megner, szólt Dumbledore. Ha Csikócsört valóban ellopták, gondolja, hogy a tolvaj gyalog vezette el? Ha meg akarja találni, kutassa át az eget. Hagrid jól esne egy a sőt, egy pohárka brandit se utasítanék vissza. Oh, hogy ne, professzor rebegte Hagrid a boldogságtól elfúló hangon. Menjünk be! Menjünk be! Harry és Hermione a fülüket hegyezték. Léptek zaja, és a hóhér halk szitkozódása hallatszott, azután becsapódott egy ajtó, és a kunyhó környékére csend telepedett. Harry körülnézett. És most? kérdezte. Meghúzzuk itt magunkat, felelte kisé zaklatottan Hermione. Nem csinálhatunk semmit, amíg vissza nem mennek a kastélyba. Azután megvárjuk az alkalmas pillanatot, és felrepülünk csikócsőrrel ahhoz az ablakhoz. De Sirius csak órák múlva kerül a kastélyba. Ja, Istenem, most jön csak a neheze. Hermione megszeppenve pislogott az erdő sötét fái közé. A nap lassan lenyugodott. Át kell mennünk egy olyan helyre, ahonnan látjuk a fúria fűzet. Szólt homlok ráncolva Harry. Különben nem fogjuk tudni, hol tart a dolog. Hermione bólintott, és megmarkolta a csikócsör kötelét. Rendben, de ne feledd, hogy nem láthatnak meg minket. Elindultak az erdő széle A sűrűsödő sötétben belopóztak egy kisebb facsoport mögé, ahonnan szabad rálátás nyílt a fűzfára. Ott van Ron, sziszent fel hirtelen Harry. A park füvén egy sötét alak szaladt. Kiáltása messzire elhallatszott az esti csendben. Hagy békén! Sssz! Makesz, gyere ide! Azután még két alak tűnt fel a semmiből. A másik Harry és a másik Hermione Ron után rohantak, aki egyszer csak a földre vetette magát. Megvagy! Tűnjen innen, undok vadállat! Ott van Sirius, mutatott a fűszfára Harry. A gyökerek között megjelent a hatalmas kutya. Néhány másodperccel később ledöntötte a lábáról Herit, majd beleharapott rónk karjába. Innen nézve még szörnyűbb az egész, motyogta Harry, a gyökerek között vergődő ront figyelve. Júj! Nézd, most pofozott meg a fa, meg téged is. Uramisten, de furcsa nézni! A furja fűz vadul suhogtatta alsó ágait. A másik Harry és a másik Hermione ide-oda szaladgáltak körülötte, de nem sikerült elérni a törzset. Aztán a fa egyszerre megdermett. Csámpás megérintette a görcsöt, kommentálta Hermione. Mi pedig lemászunk, motyogta Harry. Bent vagyunk. Amint a két alak eltűnt az alagútba vezető lyukban, a fúria fűz ismét életre kelt, és szinte azon nyomban közeli léptek zaj hallatszott. Dumbledore, Mekner, Karamel és az öreg bizottsági tag a kastély felé vették útjukat. Kis ilyen találkoztunk velük, a Hermione. Bár csak Dumbledore is velünk jött volna. Akkor Mekner és Karamel sem maradt volna itt, felelte Harry. Bármi belefogadom, hogy Karamel gondolkodás nélkül ráúszította volna a hóhért Siriusra. A négy férfi felkapaszkodott a bejárati lépcsősoron, és hamarosan eltűnt Harry szeme elől. A park néhány másodpercig néptelen volt, azután újabb szereplő tűnt fel a színen. Ott jön Lupin. A professzor lesietett a lépcsőn, és futva elindult a fúrja a fűz felé. Harry felnézett az égre. A hold gomolygó felhők mögött rejtőzött. Lupin felkapott a földről egy letört ágat, és megérintette vele a fúria fűz görcsét. A fa mozdulatlanná dermett, és néhány másodperc múlva Lupint is elnyelte a föld alá vezető lyuk. Miért nem vette magához a köpenyt? Csoválta a fejét Harry. Ott hever a fánál. Hirtelen ötlettel Hermionihoz fordult. Ha most odaruhannék, és elhoznám a köpenyt, Piton nem találná meg, és... Harry, nem láthatnak meg minket. Hogy bírod kitétlenül? Csattant fel Harry. Hogy bírod végignézni? Megyek, és elhozom a köpenyt. Harry, ne! Hermione megmarkolta Harry talárját. Abban a szempillantásban harsány énekszó szó csendült fel a közelben. Hagrid kilépett kunyhója ajtaján, és kissé tántorogva elindult a kastély felé. Közben torka szakadtából gajdolt, és vidáman lengette a kezében tartott jókora bugykost. – Látod? – ziálta a Hermione. – Látod, mi történt volna? – Nem szabad észrevenniük minket. – Csikocsör, ne! – a hipogrif újra megindult Hagrid felé. Harry gyorsan elkapta a kötelét, és nagy nehezen megállította. Hagrid egyre távolodott. Csikócsőr végül feladta a próbálkozást, és szomorúan lecsüggesztette a fejét. Két perc sem telt bele, és a tölgyfa ajtó ismét kinyílt. Ezúttal Piton lépett ki rajta. Ő is egyenesen a fúria fűz felé vette útját. Harry ökölbe szorult kézzel nézte a bájitaltan tanárt. Az megállt a fa közelében, és körülnézett. Azután lehajolt a földre, és mikor felegyenesedett, már a kezében volt a láthatatlanná tévő köpeny. Vedd le róla a mocskos kezedet. Sziszekte Harry. Csss. Piton ugyanazzal az ággal dermesztette meg a fűzfát, amit Lupin is használt. Magára terítette a köpenyt, és hamarosan ő is eltűnt a gyökerek között. Jól van, bólintott Hermione. Minnyáján bent vagyunk. Most már csak meg kell várnunk, amíg visszatérünk. A lány a legközelebbi fatörzsihez csomózta csikócsör kötelét, azután leült a földre, és felhúzott térdeköré fűzte a karját. Egy valamit nem értek, Harry. Miért nem bántották Siriuszt a dementorok? Mielőtt elájultam, még láttam őket. Nagyon sokan voltak. Harry leült a lány mellé, elmondta neki, hogyan tátotta rá száját a dementor, és hogyan sietett a segítségükre a tó víztükrén nyargaló ezüstszín csodalény. Hermione álmélkodva hallgatta a történetet. De hát mi volt az? A dementorok elmenekültek előle, felelte Harry. Vagyis csak egy valami lehetett. Egy igazi, erős patrónus. Ki idézte meg? Harry nem válaszolt. Újra maga előtt látta a tó túlsó partján álló alakot. Emlékezett rá, hogy kit vélt felismerni benne. De a feltételezés túlságosan is abszurd volt. Nem volt ismerős az arca vagy a termete? Faggatta Hermione. Nem az egyik tanár volt az? Nem, rázta a fejét Harry. Nem tanár volt. Csak egy nagyhatalmú varázsló lehetett képes rá, hogy ennyi dementort elkergessen. Ha a patronus tényleg olyan fényes volt, biztos megvilágította őt. Nem tudtad kivenni? De igen, felelte csendesen Harry. De talán csak képzelődtem. Kavargott a fejem. Rögtön utána el is ájultam. Kit láttál, Harry? Azt hiszem, Harry nyelt egyet, tudta, milyen furcsán hangzik majd, amit mond, azt hiszem, az apámat. Felpillantott Hermione-ra. A lánynak tátva maradt a szája. Félig rémülten, félig szánakozva mered Harryre. Harry, az apád, ő meghalt. Tudom, felelte gyorsan Harry. A kísértetét láttad? Nem tudom, nem. Élő embernek tűnt. De hát, mondom, hogy talán csak képzelődtem. Az alak ő rá emlékeztetett. Olyan volt, mint a fényképeken. Hermione még mindig olyan arcot vágott, mintha kételkedne Harry épelmi Tudom, hogy őrültségnek hangzik, Harry elfordította a fejét. Csikó csőr békésen áldogált mellette, csőrével a földet kaparázva, férgek után kutatott. Harry szórakozottan merett az állatra. Apjára gondolt, és három régi barátjára. sáp, tapmancs, fark és ágas. Lehet, hogy aznap este mind a négyen ott voltak a parkban. Féregfark felbukkant, pedig mindenki halottnak hitte. Miért volna hát lehetetlen hogy az ő édesapja is visszatért. Azokban a pillanatokban, közvetlenül azelőtt, hogy elveszítette az eszméletét, biztos volt benne, hogy az apját látja. Egy szélfuvallat megzörgette a föléjük hajló lombos ágakat. A vonuló felhők mögül újra meg újra előbukkant a hold. Hermione a fúria fűz felé fordulva gubbasztott és várt. Több mint egy óra telt el így, azután egyszerre... Jövünk! Suttogta Hermione. Mindketten felpattantak. Csikócsőr csőr felemelte a fejét. A fúria fűz környéke ismét benépesült. Lupin, Pettigru és Ron kászálódtak ki a lyukon. Őket az ájult levegő piton követte, majd Harry és Hermione is kimásztak a szabadba. A sort Sirius Black szárta. A csapat elindult a kastély felé. Harry szíve a torkában dobogott. Tudta, hogy a parkot másodperceken belül elárasztja a teli fénye. Hermione, mintha olvasott volna a gondolataiban. Nyugton kell maradnunk, Harry, suttogta. Nem láthatnak meg minket. Semmit nem tehetünk. Szóval hagyjuk, hogy Petigrú újra kereket oldjon. Úgy se találnánk meg azt a patkányt, hiszen sötét van. Hidd el, nincs mit tenni. Azért jöttünk vissza, hogy kiszabadítsuk Sirius-t. A többi dologba nem avatkozhatunk bele. Jó, felfogtam. A felhők tovább úsztak, és kibukkant mögülük a hold. A távolodó alakok megálltak. Aztán az egyik megmozdult. Ez Lupin, suttogta Hermione. Most alakul át. Hermione, kapta fel a fejét Harry. Nem maradhatunk itt. Hányszor mondja még, hogy nem akarok közbeavatkozni. Lupin mindjárt berohan az erdőbe. Nem találhat itt minket. Hermione felsikkantott. Azután csikócsőrhöz ugrott, és gyorsan eloldotta a kötelét. Induljunk! Futás! De hova mehetnénk? Hol rejtőzzünk el? Mindjárt itt lesznek a dementorok! Hagrid kunyhójába megyünk. Határozott Harry. Az most üresen áll. Gyerünk! Futásnak eredtek, nyomukban az engedelmesen trappoló csikócsörrel, A hátuk mögött felhangzott a vérfarkas üvöltése. A kunyhót elérve Harry feltépte az ajtót, előreengedte Hermionét és a hipogriffet, majd ő is beiszkolt és becsapta maga mögött az ajtót. Agyar, a vatkan fogó kutya vadugatással fogadta őket. – Hallgass, agyar, mi vagyunk azok! Hermione oda sietett a kutyához és fakargatni kezdte a füle tövét, hogy megnyugtassa. Ez meleg helyzet volt, fordult Harryhez. De még milyen meleg? Harry kinézett az ablakon. Innen a kunyhóból sokkal nehezebb volt figyelemmel kísérni az eseményeket. Csikó csőr viszont láthatóan örült, hogy újra Hagrid házában lehet. Leheveredett a kandalló elé, elégedetten behúzta a szárnyát, és aludni készült. Mégiscsak jobb lesz, ha kimegyek, szólt fejcsóválva Harry. Innen nem látom, mi történik. Hermione felnézett, gyanakodva fürkészte a fiú arcát. Nem fogok beleavatkozni, nyugtatta meg Harry. De ha nem látjuk, hol tartanak az események, honnan tudhatnánk, mikor indulhatunk el Siriusért? Rendben. Csikócsörrel itt várunk rád, de nagyon vigyáz. egy vérfarkas jár odakint, és mindjárt jönnek a dementorok. Harry kilépett az ajtón, és megkerülte a kunyhót. A távolban egy kutya panaszos szűkölése hangzott fel. A dementorok tehát már bekerítették sirius -t. Ő és Hermione mindjárt odaszaladnak hozzá. Harry szaporán dobogó szívvel fordult a tó felé. Lassan meg kellett érkeznie annak az embernek, aki a patronost küldte. Harry habozott. Senki nem láthat meg titeket. De ő nem is látszani akart, hanem látni. Míg egyszer látni a tóparti alakot. Ekkor megjelentek a dementorok. Tömegével bontakoztak ki a sötétségből, és indultak el a tó túlsó partja felé. Távolodtak attól a helytől, ahol Harry állt. Nem kellett a közelükbe mennie. Futásnak erett. Semmi másra nem tudott gondolni, csak az apjára. Ha ő volt az ha tényleg ő volt az. Bizonyságot kell szereznie. Gyorsan közeledett a tóhoz, de még mindig nem látott senkit. A vizen túl ezüst színű folt pislákolt fel. Az ő erőtlen kis patronusa. Közvetlenül a tó partján magányos bokor állt. Harry elrejtőzött mögötte, és a levelek között kilesve kémlelte a környéket. A túlsó parton egyszerre kihunyt az ezüstös derengés, Harry torkát összeszorította a rémület és az izgalom. Közeledett a döntő pillanat. – Gyere már! – motyogta. – Hol késlekedsz? – Gyerünk, apa! A tópart azonban néptelen maradt. Harry a nyakát nyújtogatva figyelte a dementorokat. Egyikük lehajtotta a csukjáját, a megmentő nem váradhatott tovább magára. Azonban úgy tűnt, hogy ezúttal senki nem akar a bajba jutottak segítségére sietni. Harry a homlokára csapott. Egyszerre mindent megértett. Az alak, akit a túlsó partról látott, nem az apja volt, hanem ő maga. Habozás nélkül kiugrott a bokor mögül, és előhúzta a varázspálcáját. Expecto! Patronum! kiáltotta. Patronsa nyomban megjelent, nem pislákoló, alaktalan kötfelhőként, mint korábban, hanem egy sugárzó testű, gyönyörű állatképében. Harry hunyorogva merett rá, hogy megállapítsa a fajtáját nagyjából lóra emlékeztetett. Az állat zajtalanul átnyargaltató éjfekete víztükre fölött, a túlsó partra érve leresztette a fejét, és rátámadt a prédájuk köré gyűlt dementorokra. Azok nyomban szétrebbentek. Az állat ezután többször körbefutotta a földön heverő mozdulatlan alakokat. A fekete csukjások körös körül hátrálni kezdtek, majd megfordultak és távoztak egy perc sem telt bele, és elnyelte őket az éjszaka. A patronus habozás nélkül megfordult, és a mozzulatlan víztükör fölött poroszkálva elindult visszafelé. Harry most jó szemügyre vehette. Nem ló volt, és nem is unikornis, hanem szarvas. Egy fénylő, ezüst szürke szarvasbika. Az állat megállt a parton. Patái nem hagytak nyomot a puha fővenyen. Nagy kerek szemével Harryre nézett. Majd lassan lehajtotta agancsos fejét. Harrybe belehasított a felismerés. Ágas, suttogta. Remegő ujjakkal a szarvas felé nyúlt, de mielőtt elérhette volna, az állat köddé vált. Harry mozdulni sem bírt, még a kezét se eresztette le, csak állt és döbbenten bámult maga elé kábulatából a háta mögött felhangzó patadobogás térítette magához. Összerezzent, majd megpördült a tengelye körül. Hermione futva közeledett felé, maga mögött vonszolva csikócsört. – Az Isten szerelmére mit csináltál? – rémüldözött a lány. – Megígérted, hogy nem avatkozol bele? – megmentettem az életünket – felelte Harry. – Gyere, bújjunk el a bokor mögött, elmagyarázom. – Hermione tátott szájjal hallgatta a beszámolót. Meglátott valaki? Persze. Épp ez a lényeg. Én magam láttam meg magamat. Én voltam az, akit az apámnak néztem. Nem tudom elhinni, Harry. Hogy idézhettél te meg olyan patronust, amelyik elbír száz dementorral? Ez még egy felnőtt varázslónak is nagyon nehéz feladat. Tudtam, hogy sikerülni fog, felelte Harry hiszen pár órája láttam, hogy képes vagyok rá. – Ez így nagy butasság? – Nem tudom. – Harry, oda néz! Piton! Mindketten kidugták a fejüket a bokor mögül, és a túlsó part felé néztek. Piton már magához tért, és odament a földön heverő alakokhoz. Mikor Harryék megpillantották, épp hordágyakat varázsolt elő. Harry, Hermione és Black teste felemelkedett a földről, és besorakozott egy negyedik lebegő hordány mellé, amin bizonyára Rón feküdt. Ezután Piton felemelte pálcáját, és elindult a sebesültekkel a kastély felé. Mindjárt itt az idő! Hermione az órájára nézett. Dumbledore 45 perc múlva ránk zárja a korterem ajtaját. Addig ki kell szabadítanunk Siriuszt, és vissza kell érnünk a gyengélkedőre. Különben észreveszik, hogy eltűntünk. Várakozás közben a tó vizén tükröződő felhőket nézték, s hallgatták a bokor ágai között hancúrozó szél halk susogását. Csikó csőr unalmában ismét féregvadászásba kezdett. – Szerinted beértek már? – kérdezte Harry. Megnézte az óráját, majd felpillantott a kastélyra. Tekintetével megkereste a nyugati tornyot, és számolni kezdte az ablakokat. – Nézd! – suttogta Hermione. Valaki kijött a kastélyból. Ki az? Harry a szemét mereztve belebámolt a sötétbe. Az alak sietős léptekkel elindult a birtok egyik kapuja felé. Ahogy ráesett a hold fénye, valami nagy, fényes tárgy csillant meg a derekán. Megner, sziszegte Harry, a hóhér. Elindult a dementorokért. Eljött a pillanat Hermione. Harry bakot tartott a lánynak, és felsegítette cikócsör hátára. Ő maga a bokor egyik alacsony ágát használta lépcsőnek, úgy kapaszkodott fel Hermione elé. Azután hátrahúzta cikócsör kötelét, és a másik végét is hozzácsomozta a nyakörfhöz, rögtönzött kantárt fabrikálva. Indulhatunk, szólt hátra a válla fölött Hermionénak. Erősen kapaszkodj belém. Cipője sarkával megbökte a hipogrif oldalát. Csikócsör nyomban a levegőbe emelkedett. Harry összeszorította a térdét. A fellemozgó, hatalmas szárnyak a lábszárát súrolták. Érezte Hermione karját a derekán, és hallotta a lány panaszos mogyogását. Uram, uramisten, szédülök, mindjárt lezuhanunk! Harry irányba állította a csikócsört, és a hipogrif suhogó szárnycsapásokkal a kastély felső emeletei felé repült. Harry erősen meghúzta a kötél bal szárát, mire Csikócsőr élesen bekanyarodott. Harry az elsuhanó ablakokat számolta. Egyszerre megrántotta a kantárt. Hó! Csikócsőr lassított, majd megállt. Pontosabban elkezdett felle liftezni a kiszemelt ablak előtt. Mozgatnia kellett a szárnyát, hogy ne zuhanjanak le, és minden lomha csapással két métert emelkedett, csak hogy aztán ugyanannyit süllyedjem. Az egyik ilyen emelkedés során Harry megpillantotta Siriuszt, aki csüggetten üldögélt egy széken. Ott van! Lefelé menet sikerült bekopogtatnia az ablakon. Black felpillantott, és elkerekedett a szeme. Felpattant a székről, és oda sietett az ablakhoz, de az zárva volt. Állj félre! Kiáltott be neki Hermione. Egyik kezével elengedte Harry derekát, és előhúzta varázspálcáját. – Alohomóra! – az ablak kitárult. – De hát, hogyan? – hebegte Black a hibogrifre meredve. – Szálljon fel, sietnünk kell! – Harry két oldalról belemarkolt Csíkócsör nyakába, hogy helyben tartsa. – El kell tűnnie innen! – megter már elindult a dementorokért. Black két kézzel megkapaszkodott a szűk ablak keretében, s macska ügyességgel kimászott. Ezúttal jó jött, hogy olyan sovány. Átvetette lábát csikócsör hátán, és ügyesen elhelyezkedett Hermione mögött. Harry megrázta a kantárt. Jól van csikócsör, szólt. Fel! Gyerünk a toronyba! A hipogrif egyetlen lendületes száncsapással a nyugati torony magasságába emelte őket, s néhány másodperc múlva karmos és patás lábai lehuppantak a párkányzatra. Harry és Hermione sietve lemásztak a hátáról. – Ne vesztegesse az időt, Sirius! – zihálta Harry. – Pillanatokon belül benyitnak Flitwick szobájába, és észreveszik, hogy eltűnt. Csikócsőr a kőpárkányt kapálta lábával, és idegesen rázta a fejét. – Mi történt a másik fiúval, Ronnal? – kérdezte sietve Sirius. – Fel fog épülni. Még nem tért magához, de Madame Pomfrey azt mondta, ki tudja kúrálni. Induljon! Gyorsan! Black azonban még mindig Harry arcába merett. Hogy köszönjem meg? Induljon! Kiáltott rá kórusban a két gyerek. Black egy rántással megfordította csikócsört. Találkozunk még. Bizonyítottad, hogy apát fia vagy Harry. Sorkával finoman megbökte a hipogrif tollas testét. Harry és Hermione hátraugrottak a hatalmas szárnyak elől. Csikócsőr a magasba emelkedett, és néhány másodperc alatt öklömnyi sötét foltás zsugorodott a távolban. Azután egy felhő úszott a hold elé. A hipogriffet és utasát elnyelte az éjszakai ég. 22. fejezet Bagoly posta másodszor Harry, Hermione Harry talárja újját rángatta, és közben az órájára merett. Pontosan tíz perc múlva a kell lennünk. Azután Dumbledore bezárja az ajtót. Jól van. Harry még utoljára végighordozta tekintetét az éjszakai égen, azután bólintott. Induljunk. Beosontak a toronyba vezető ajtón, és sietve elindultak a meredek csigalépcsőn. A lépcső aljába érve beszélgetés hangjaira lettek figyelmesek. Gyorsan a falhoz lapultak, és lélegzett visszafolytva hegyezték a fülüket. A hangokból ítélve Karamel és Piton épp azon a folyosón siettek végig, amelyikre a csiga lépcső vezetett. Remélem, Dumbledore nem fog akadékoskodni, mondta Piton. Itt helyben végrehajtják Blacken a csókot. Amint Megner megérkezik a dementorokkal. El se tudja képzelni, milyen kínos volt számomra ez a blekkügy. De hál' Istennek holnap végre értesíthetem a reggeli profétát, hogy kézre kerítettük. Magának is nyilatkoznia kellene. És gondolom az ifjú Harry is szívesen beszámol majd a profétának a maga életmentő akciójáról. Persze csak miután kiheverte az elmezavarát. Harry a fogát csikorgatta. Mikor Karamell és Piton elhaladtak mellettük, egy pillanatig látta a báétaltan tanár önelégült arcát. A két férfi egyre távolodott. Mikor elhalt lépteik zaja, Harry és Hermione rohanni kezdtek az ellenkező irányba. Leszaladtak egy másik lépcsőn, aztán egy harmadikon, futva elindultak egy újabb folyosón, és akkor hirtelen kacalászás ütötte meg a fülüket. Ez hoparc, suttogta Harry, és megragadta Hermione csuklóját. Gyere! Azzal bevonszolta a lányt a legközelebbi osztályterembe. És valóban, alig, hogy becsukták maguk mögött az ajtót, a folyosón felharsant hóborc hangja. A kopogó szellem hújjogott és hahotázott széles jó kedvében. Hermione az ajtóra tapasztotta a fülét. Szörnyű alak, suttogta. – Azért van így feldobva, mert tudja, hogy a dementorok el akarják intézni Siriuszt. Az órájára pillantott. – Már csak három percünk van, Harry! Vártak, amíg hóborc haló távolságon kívülre ért, majd kisurrantak a folyosóra, és újból futásnak eredtek. – Hermione! – zihálta Harry. – Mi lesz, ha nem érünk vissza idejében, és Dumbledore bezárja az ajtót? Azt még elgondolni is szörnyű. Hermione futás közben újból az órájára nézett. Egy perc! Megérkeztek arra a folyosóra, ahonnan a gyengélkedő ajtaja nyílt. Hol van? Bolintott Hermione. Hallom Dumbledore hangját. Gyerünk tovább! Lábújhegyen elindultak a folyosón. Kisvártatva kinyílt a korterem ajtaja, és megjelent Dumbledore háta. Bezárlak titeket a kórterembe, szólt az igazgató. A pontos idő 23 óra 55 perc. Három fordítás elég lesz, Hermione. Sok szerencsét! Dumbledore kihátrált az ajtón és besúgta maga után. Azután elővette a pálcáját, hogy elvégezze az ajtózáró varázslatot. Harry és Hermione rémülten rohanni kezdtek felé. Dumbledore meghallotta lépteiket és felpillantott. Szája széles mosolyra húzódott, hosszú, ezüstös bajusza alatt. – Nos? – Sikerült! – zihálta Harry. – Sirius elrepült, csíkosör hátán! Dumbledore elismerően nézett rájuk. Szép munka volt. Egy pillanatra az ajtó felé fordult és hallgatózott. – Igen. Azt hiszem, már el is indultatok. Menjetek be! Rátok zárom az ajtót. Harry és Hermione besúrantak a kórterembe. Az üres volt, pontosabban az utolsó ágyon ott feküdt az ájult trón. Kattant a zár, s Harryék sietve bebújtak saját ágyukba. Alig, hogy Hermione visszadugta az időnyerőt a talárja alá, kinyílt Madame Pomfrey szobájának ajtaja, és a javasasszony belépett a korterembe. Jól hallottam, hogy távozott az igazgató úr, most már szabad foglalkoznom a betegeimmel? – Madame igen igencsak harapós kedvében volt. Harry és Hermione jobbnak látták zokszó nélkül elfogadni a felkínált csokoládét. A javasasszony lecövekelt az ágyuk mellett, és falatonként adagolta nekik a gyógyító édességet. Harry nyelni is alig tudott, úgy összeszorult a torka az izgalomtól. Hermione gépiesen rágott, de az ő arcán is feszült várakozás tükröződött. Épp a negyedik kocka csokoládét vették át Madame Pomfritól, mikor távoli hang hatolt a fülükbe. Az egyik felsőbb emeleten valaki felordított. – Mi volt ez? – kérdezte riadtan a javasasszony. További dühös hangok hallatszottak, egyre tisztábban és hangosabban. Madame Pomfri az ajtóra merett. – Mit képzelnek ezek? Felverik az egész kastét? A hangok gazdái egyre közeledtek. Harry igyekezett kivenni, miről beszélnek. – Bizonyára dehopponált, Perszelusz, ha valakit ott kellett volna hagynunk mellette, te jó ég, ha ez nyilvánosságra kerül! – Nem dehopponált, üvöltötte Piton, immár a közvetlen közelből. Ebben a kastélyban nem lehet se hopponálni, se dehopponálni, Potter, ez Potter műve! – Ugyan már, Perszelusz, én magam zártam be Harryt a gyengélkedőbe. Bam! A kórterem ajtója kitárult. Karamel, Piton és Dumbledore masíroztak be a helyiségbe. Dumbledore nyugodt, sőt vidám arcot vágott. Karamel zaklatottnak tűnt, Piton pedig egyenesen magán kívül volt. – Kivele, Potter! – bömbölte. – Halljuk, mit műveltél? – Piton, professzor! – hüledezett Madame Pomfrey. – Fékezze magát! – gondolkozom, Piton! – csoválta a fejét Karamel. – Hisz maga is látta, hogy az ajtó zárva volt! – segített neki megszökni, ordította eltorzult arccal Piton. Csak úgy fröcsögött a szájából a nyál. Tudom! Térjen észhez, jó ember, ripakodott rá Karamel. Badarságokat beszél. Maga nem ismeri Pottert, toporzékolt Piton. Ő tette, tudom, hogy ő tette. Elég legyen, Perszerusz, szólt rá csendesen Dumbledore. Használja az eszét, Tíz perce hagytam magukra őket, és azóta ez az ajtó zárva volt. Madame Pomfrey, elhagyták a tanulók a beteg ágyukat? Dehogy hagyták, méltatlankodott a javasasszony. Egész idő alatt itt voltam velük. Látja a Perseus, tárta szét a karját Dumbledore. Nem látom értelmét tovább zaklatni Herit és Hermionét. Vagy feltételezi, hogy képesek egyszerre két helyen lenni? Karamel mélységes döbbenettel nézett Pitonra. Dumbledore derűsen hunyorgott félhold alakú szemüvege mögött. Piton tágra nyílt szemmel, tátogva merett rájuk, majd sarkon fordult, és suhogó talárral kicsörtetett a kórteremből. Nem hittem volna, hogy ilyen labilis az idegrendszere, csóválta a fejét karamel. A maga helyében rajta tartanám a szemem, Dumbledore. Nem az idegeivel van gond, felelte higgadtan Dumbledore, csak kissé rosszul viseli ha csalódnia kell. Azt én is rosszul viselem. Mérgelődött karamel. A reggeli profét a napokig azon fog csámcsogni, hogy Blacknek megint sikerült kicsúsznia a markunkból. Hát még ha tudomást szereznek a hipogrif esetéről. Akkor aztán végképp mindenki rajtam fog nevetni. Apropó, megyek, értesítem a minisztériumot. Mi lesz a dementorokkal? Kérdezte Dumbledore. Remélem most már megszabadulunk tőlük. Természetesen nem maradhatnak itt tovább. Karamel zaklatottan a hajába túrt. Még rágondolni is rossz, hogy kis hián elvégezték a csókot egy ártatlan gyereken. Álmomban se hittem volna, hogy ilyesmi előfordulhat. Haladéktanul visszaküldöm őket Aszkabánba. Arra gondoltam, hogy esetleg sárkányokat kellene elhelyeznünk a bejáratoknál. Hagrid pártolná az ötletet, jegyezte meg Dumbledore, huncut mosolyt villantva Harry és Hermione felé. Karamel és Dumbledore távoztak. Madame Pomfrey az ajtóhoz sietett, bezárta mögöttük, majd méltatlankodó ciccegés közepette elindult a szobája felé. Alig, hogy becsukódott mögötte az ajtó, halk nyögdécselés hallatszott a szélső ágy felől. Ron magához tért szemét dörzsölgetve felült, és körülnézett. Mi, mi történt? dadogta. Harry, mit keresünk a gyengélkedőn? Hol van Sirius? Hol van Lupin? Mi történt? Harry és Hermione egymásra néztek. Te meséled el, szólt Harry, és gyorsan bekapott egy nagy kocka csokoládét. Harry, Ron és Hermione másnap délben hagyták el a gyengélkedőt. A kastély csendes és kihalt volt. Csupán néhány első és másodéves kószált a folyosókon, a többi diák Roxmorzban ünnepelte a tanév végét. Ron és Hermione nem vágyott a faluba, Harry pedig amúgy sem mehetett le, úgy döntöttek hát, hogy a parkban töltik a meleg nyári délutánt. Beszélgetésük témája természetesen a több felvonásos esti kaland volt. Találgatták, merre járhat Sirius és Csikócsőr. A tópartra érve leültek és elgyönyörködtek a lustán lubickoló óriás polipban. Harry lassan elvesztette a beszélgetés vonalát. Tekintete a túlsó part felé vándorolt, és eszébe jutott a csodálatos szarvas. Ekkor széles árnyék jelent meg a füvön. A három jóbarát kíváncsi a hátra fordult. Hagrid állt mögöttük. Lepedő méretű zsebkendőt tartott a kezében, azzal törölgette verejtékező arcát másnaposságtól karikás szeme boldogan csillogott. Tudom, hogy bosszankodnom kellene legszökése miatt, szólt mentegetőzve, de képzeljétek el, mi történt. Na mi? kérdezte gyorsan Harry, és kíváncsi arcot vágott. Csikócsör megszökött, szabad, mint a madár, egész éjjel ünnepeltem. De hisz ez csodálatos! szólt a tőle telhető legnagyobb lelkesedéssel Hermione, majd lopva szigorú pillantást vetett róla, aki alig bírta visszafolytani nevetését. Hagrid átszellemült arccal merett a horizont felé. Biztos túl lazára kötöttem a csomót, jut eszembe. Aggódtam is értem a reggel, féltem, hogy esetleg összefutott Lupin professzorral az erdőben, de Lupin azt mondja, nem evett semmit az éjjel. Tessék, kérdezte tettetett értetlenséggel Harry. Teringettét. Hát ti még nem is hallottátok? Hagrid suttogóra fogta a hangját, pedig közel egy lélek se volt négyükön kívül. Azt hittem már mindenki tudja. Piton ma reggel mesélte el a mardekárosoknak. Kapaszkodjatok meg, Lupin professzor, vérfarkas. Az éjjel átalakult, és szabadon kószált a birtokon. Persze, most már csomagol, csomagol, kapta fel a fejét Harry. Ezúttal nem kellett színlelni a döbbenetet. Miért? Hagrid csodálkozva nézett rá. Hogyhogy hogy miért? Hát azért, mert elmegy. Azonnal benyújtotta a felmondását. Harry talpra szökkent. Beszélek vele, fordult barátaihoz. De ha már felmondott, nem érdekel. Akkor is beszélnem kell vele. A toronyban találkozunk. Lupin szobájának ajtaja nyitva volt. A professzor már összecsomagolta ingóságai nagy részét. A kákalag akváriuma üresen ásított, és mellette ott feküdt a jól ismert viharvert bőrönd. Maga Lupin épp az íróasztala fölé hajolva tanulmányozott valamit, amikor Harry kopogtatott az ajtófélfán. Láttam, hogy jössz. Nézett fel mosolyogva a professzor, és az asztalon heverő pergament lapra bökött. Az a tekelők térképe volt. Harry nyelt egyet. Most beszéltem Hagriddal, szólt. Azt állítja, hogy a tanár úr benyújtotta a felmondását. Igaz ez? Sajnos igen, felelte Lupin, és hozzá hogy kiürítse az íróasztal fiókjait. De hát miért? Hiszen senki nem vádolja azzal, hogy segített Siriusnak. Lupin az ajtóhoz lépett, és becsukta Harry mögött. Valóban nem, Dumbledore elhitette karamellel, hogy csak rajtatok akartam segíteni. Lupin sóhajtott. Ez már sok volt Perszerusznak, főleg azok után, hogy lecsúszott a Merlin díjról. Így aztán a reggelinél véletlenül megemlítette a diákjainak, hogy vérfarkas vagyok. De hát ezért még nem kell felmondania. Lupin keserűen elmosolyodott. Holnap ilyenkor Dumbledore asztala már tele lesz az aggódó szülők leveleivel. Eszük ágában se lesz hozzájárulni, hogy egy vérfarkas tanítsa a gyereküket. És a tegnap esti események után kénytelen vagyok igazat adni nekik. Kés csoda, hogy nem történt tragédia. Ez nem fordulhat elő még egyszer. Maga az egyik legjobb tanár ebben az iskolában csattant fel szenvedélyesen, Henry. Ne menjen el! Lupin nem felelt, csak a fejét ránzta. Újra az íróasztalhoz lépett, és folytatta a fiókok kiürítését. Harry lázasan töprengett valami meggyőző érven, de mielőtt megszólalhatott volna, Lupin folytatta. Reggel beszéltem az igazgató úrral. A szavaiból azt vettem ki, hogy többen is neked köszönhetik az életüket. Büszke vagyok rád, Harry. Mesélj a patronusodról, Harry csodálkozva nézett Lupinra. – Honnan tud róla? – Mi más kergette volna el a dementorokat? – mosolygott Lupin. Harry elmesélte a történetet, és mikor a végére ért, Lupin újra elmosolyodott. – Jól sejted – szólt. – Apád valóban mindig szarvassá változott. Ezért is neveztük el Ágasnak. Lupin bedobta az utolsó könyvet a bőröndbe, Sorban betolta az íróasztal fiókjait, azután ismét Harryhez fordult. Tessék, visszahoztam neked a szellemszállásról. Átnyújtotta Herinek a láthatatlanná tévő köpenyt, majd rövid habozás után a tekergők térképe után nyúlt. Már nem vagyok a tanárod. Semmi akadálya tehát, hogy ezt is visszaadjam neked. Biztos vagyok benne, hogy te és a barátaid nem egyszer hasznát veszitek még. Harry átvette a térképet, és elvigyorodott. Egyszer azt mondta nekem, hogy holtsáv, féregfalk, tapmancs és ágas jó téfának tartanák, ha sikerülne kicsalogatniuk az iskolából. Most is ezt mondom, felelte Lupin, és lehajolt, hogy becsukja bőröngyét. James végtelenül csalódott lenne, ha a fia nem felezné fel a kastélyból kivezető titkos alagutakat. Kopogtattak az ajtón. Harry gyorsan betömködte a köpenyt és a térképet a találja alá. Dumbledore professzor lépett a szobába. Úgy tűnt, cseppet sem csodálkozik azon, hogy ott találja Harryt. A kocsi a kapunál várja, Remus szólt. Köszönöm, igazgató úr. Lupina hóna alá vette a kákalag akváriumát, a másik kezével pedig felemelte a kopott bőröndöt. Nos, Isten veled, Harry szólt mosolyogva. Öröm volt tanítani téged. Biztosra veszem, hogy látjuk még egymást. Nem kell kikísérnie, igazgató úr, egyedül is boldogulok. Herinek az volt a benyomása, hogy Lupin a lehető leggyorsabban távozni szeretne. Ég áldja, Köszöntel Köszönt el ünnepélyes komolyan, Dumbledore. Lupin a térdével megtámasztotta az akváriumot, hogy kezet tudjon fogni az igazgatóval. Azután még egyszer Harryhez fordult, mosolyogva biccentett neki, és távozott. Harry lezuttyant Lupin megürült székére, és a padlóra merett. Csak akkor nézett fel újra, mikor a szoba ajtaja nyikorogva becsukódott. Dumbledore keze még a kilincsen volt. Miért lógatod az orrot, Harry? kérdezte csendesen az igazgató. Dagadnod kellene a büszkeségtől azok után, amit tegnap este véghez vittél. Nem sokat értem el vele, felelte keserűen Harry. Pettigrew megszökött. Azt mondod, nem sokat értél el? Csóválta a fejét Dumbledore. Nagyon tévedsz. Mindent elértél, amit csak lehetett. Segítettél abban, hogy az igazság napvilágra kerüljön. Megmentettél egy ártatlan embert attól, ami még a halálnál is rettentőbb. Rettentő. A szó egy emléket idézett fel Harry fejében. Hatalma rettentőbb lesz, mint valaha. Trelawney professzor jóslata. Igazgató úr, kérem, tegnap a jóslástan vizsgám végén Trelóni tanárnő nagyon furcsa dolgokat mondott. Nocsak, mondta fel a szemöldökét Dumbledore. Úgy érted, hogy még a szokásosnál is furcsábbakat? Igen. Egyszer csak kifordult a szeme, és mély hangon kezdett el beszélni. Azt mondta, még éjfél előtt visszatér Voldemorthoz a régi szolgája, és a szolga segítségével Voldemort visszanyeri a hatalmát. Harry Dumbledore-ra merett. Azután magához tért, és semmire nem emlékezett az egészből. Lehet, hogy... lehet, hogy ez egy igazi jóslat volt. Dumbledore elismerően hümmögött. Nem kizárt, hogy tényleg az volt. Szólt fejcsóválva. Kihitte volna, ezzel kettőre emelkedne az igazi jóslatainak száma. Ideje fizetésemelést adnom neki. Heri nem tudta, mire vélni a gunyoros választ. De hát, hebegte, de hát én magam akadályoztam meg, hogy Sirius és Lupin professzor megöljék Petigrút. Én leszek a hibás, ha Voldemort visszatér. Szó nincs róla, felelte csendesen Dumbledore. Hát semmit nem fogtál fel abból, amire az időnyerő tanít minket. A tetteink olyan bonyolult, olyan szerte ágazó következményekkel járnak, hogy jóformán lehetetlen azokból a jövő eseményeire következtetni. A drága jó Trelóni professzor az élő példa erre. Nemes cselekedetet vittél véghez, amikor megmentetted Petigrút. De ha egyszer segíteni fog Voldemortnak, Petigrú az életét köszönheti neked. A személyében olyan szány küldtél Voldemortnak, aki az adósod. Ha egy varázsló megment egy másik varázslót a haláltól, sajátos szövetség jön létre köztük. És bizonyosra veszem, hogy Voldemort semmire sem vágyik kevésbé, mint hogy a szolgája Harry Potter adósa legyen. Én nem akarok Petigrú szövetséges -e lenni, fakadt ki Harry. Ő árulta el a szüleimet, amiről most beszélünk, az az élet mágiájának legmélyebb, legkifürkészhetetlenebb titkai közé tartozik. Hidd el, Harry, eljön a nap, amikor örülni fogsz neki, hogy megmentetted Petigrú életét. Harry megpróbált elképzelni egy ilyen szituációt, de hiába. Dumbledore, mintha olvasott volna a gondolataiban. Jól ismertem az édesapádat, Harry. Szólt szeliden. Közel állt hozzám nem csak amíg a Roxfordba járt, de későbbi életében is. Biztos vagyok benne, hogy hasonló helyzetben ő is megmentette volna Petigrót. Harry az igazgató szemébe nézett. Dumbledore nem fogja kinevetni. Neki elmondhatja. Tegnap este azt hittem, az apám idézte meg azt a patronust. Úgy értem, amikor megláttam magam a tó túlsó partján, azt hittem őt látom. Nincs ebben semmi különös, felelte komolyan Dumbledore. Megdöbbentő, hogy mennyire hasonlít a szédesapádra. Ezt biztos sokan mondták már neked, csak a szemed más. A szemed az édesanyádé. Harry a fejét rázta. Nem értem, hogy gondolhatta milyen butaságot, motyogta, hiszen meghalt. Hát nem tudod, hogy akiket igazán szeretünk, azok halálok után sem hagynak magunkra minket? Nem tapasztaltad még, hogy ők az elsők, akik segítségünkre sietnek, életünk nehéz pillanataiban? Az édesapád ott él benned, Harry. És meg is mutatkozik, valahányszor szükséged van rá. Mit gondolsz? Miért épp egy szarvas jelenik meg, ha a patronusodat szólítod? Tegnap este ágast ért vissza közénk. Harry kerekre nyílt szemmel mered dumbledore -ra. Sirius tegnap elmesélte nekem, hogyan lettek mindhárman animágusok. Magyarázta mosolyogva az igazgató. Rendkívüli teljesítmény. Ahogy az is, hogy sikerült mindezt titokban tartaniuk előttem. Aztán eszembe jutott, milyen sajátos formát öltött az a patronus, akit a hollóhát elleni meccsen Melfoy úrfira és társaira küldtél. Egy szóval tegnap este valóban az apádat láttad, Harry őt találtad meg. Ő magadban. Azzal Dumbledore kiment a szobából, s Harry magára maradt, örvényként kavargó gondolataival. Harry, Ron, Hermione és Dumbledore professzor kivételével senki nem tudta, hogy pontosan mi is történt azon az estén, amikor Sirius, Csikócsőr és Pettigrew kereket oldottak a Roxfordból. Az utolsó napokban a legkülönbözőbb elméletek és magyarázatok terjedtek el az iskolában, de Harry egyetlen olyan változatot sem hallott, ami akár csak megközelítette volna az igazságot. Melfoyt a legjobban csikócsör eltűnése bosszantotta. Meg volt győződve róla, hogy a hipogrifet Hagrid szögtette meg, és mérhetetlenül megalázónak érezte a tényt, hogy egy egyszerű vadőr túljárt az ő és az apja eszén. Percy weasley nem érdekelte túlságosan a hipogrif, Feltétlenül szükségesnek tartotta viszont, hogy állást foglaljon Sirius szökésének ügyében. Ha sikerül bekerülnem a minisztériumba, hangoztatta fontoskodó arccal, számos javaslatot fogok benyújtani a varázsbűn üldöző szervek munkájával kapcsolatban. Hogy pontosan mit akar javasolni, azt csak a barátnője, Penelope tudta, ugyanis a bevezető mondat után, tartva a tervezett hosszadalmas kifejtésétől, mindenki más, hanyat homlok elmenekült pörszi közeléből. Harry vigasztalhatatlan volt. A gyönyörű idő, az iskolát betöltő vidám zsivaj, szírius csodával határos megmenekülése, mindez együtt sem volt elég hozzá, hogy jó kedvre derüljön. Több dolog is nyomta a szívét, és az egyik természetesen Lupin kényszerű távozása volt. A professzor összes tanítványa döbbenten fogadta a hírt. Kíváncsi vagyok, kit küldenek a nyakunkra a jövő tanévben füstölgött Seamus Finigen. Talán egy vámpírt, vetette fel reménykedve Din Thomas. A másik dolog, ami ólom súlyjal nehezedett Harry lelkére, Trelawney jóslata volt. Újra meg újra eszébe jutott Petigrú, és nem tudta kiverni a fejéből a gondolatot, hogy az áruló talán már együtt szövögeti gonosz terveit Voldemorttal. Méla bójának legfőbb oka azonban nem Lupin távozása és nem is Petigrú szökése volt, hanem az a rémisztő tudat, hogy hamarosan vissza kell térnie a Dörzli házba. Visszasírta azt a röpke félórát, azt a csodálatos félórát, mikor még azt hitte, hogy Sirius Blackhez a szülei legjobb barátjához költözhet. Az majdnem olyan jó lett volna, mint visszakapni az édesapját. Sirius távozásával ez a szép remény talán örökre szerte foszlott. A vizsgák eredményét a tanév utolsó napján hirdették ki. Harry Ron és Hermione mindenből átmentek. Harry nem győzött csodálkozni, hogy a bájtaltam vizsgája is sikerült. Minél többet töprengett több a problémán, annál szilárdabb meggyőződésévé vált, hogy érdemjegyét nem szaktanári, hanem igazgatói szinten határozták meg. Harry korábban azt hitte, Piton fokozhatatlan ellenszemvel viseltet iránta, a kalandos este óta azonban belátta, hogy tévedett. Piton igenis tudta fokozni gyűlöletét. Valahányszor meglátta Herit, penge vékony ajkai fenyegetően rángatozni kezdtek, és úgy nyújtogatta hosszú ujjait, mintha már a kezek között érezni Heri torkát. Percy az összes ravaszán kitűnő osztályzatot kapott. Fred és George nagy nehezen összekapartak néhány RBF-et, a griffendél elsősorban Quidditch csapatának káprázatos teljesítménye miatt ebben az évben is elnyerte a házkupát. Ez többek között azzal járt, hogy a tiszteletükre az évzáró vacsorán piros és aranyszínű díszek kerültek a nagyterem falaira, és alakomán a, a griffendél asztalánál ülők mulattak a leghangosabban. A nagy eszemiszom olyan remek hangulatban folyt, hogy Harry, ha csak egy röpke órára is, minden gondját elfelejtette. A Roxford Express másnap délelőtt indult. A vonaton Hermione izgalmas hírekkel szolgált barátainak. Regeli előtt beszéltem meg Galagony professzorral. Megmondtam neki, hogy leadom a mugdi ismeretet. Miért? Külledezett Róm hiszen 320 százalékos eredménnyel vizsgáztál belőle. Igen, sóhajtott Hermione. De nem bírnék ki még egy ilyen évet. Az időnyerő teljesen kikészített, vissza is adtam meg Galagonnak. Bugli ismeret és jóslástan nélkül rendes órarendet tudok összeállítani. Még mindig nem tudom elhinni, hogy képes voltál titkolózni előttünk, mondta szemrehányó Ron ha jól tudom, a barátaid vagyunk. Ígéretet tettem, hogy senkinek nem szólok róla. Felelte nagy komolyan Hermione. Harry eközben a kastély távolodó tornyait nézte. Két hosszú hónapig nem láthatja a Roxfortot. Ne vágj már ilyen savanyú képet, Harry, szólt rá Hermione. Harry összerezzent. O, csak a vakáción töprengtem, felelte gyorsan. Igen, igen, jó, hogy mondod, kapott a szonrón. Szeretném, ha nálunk nyaralnál. Megbeszélem anyáikkal, azután felhívlak. Most már tudom, hogyan kell használni a feletont. Telefon neve, Ron, javította ki fejcsóválva Hermione. Neked se ártana egy-két fél év mugli ismeret. Ron eleresztette a füle mellett a megjegyzést. Idén nyáron lesz a Quidditch világkupa. Van kedved megnézni, Harry? Ha nálunk fogsz lakni, együtt mehetünk. Apa tud szerezni egyeket a munkahelyén. Ez az ötlet végre javított valamicskét Harry kedély állapotán. Szerintem dörzliek szívesen megválnak tőlem, főleg ha eszükbe jut, mit műveltem Márcs nénivel. Harry ezek után már szívesen játszott néhány parti robbantósdit barátaival, és mikor megjelent a kupé ajtójában a büfékocsis boszorkány, kiadós, de persze csokoládémentes ebédet vásárolt magának. Akkor még nem sejtette, hogy az utazás további kellemes meglepetéseket is tartogat számára. Már benne jártak a délutánban, amikor... Harry! Szólalt meg hirtelen Hermione. Mi az ott? Harry követte a lány tekintetét. A kupé ablaka mögött egy nagyobb fehér folt, s hozzá bigyeztve egy kicsiny, szürke valami lebegett. Harry felállt, és közelebb hajolt az üveghez. A valami egy kis bagoly volt, a fehér folt pedig egy hozzá képest hatalmas boríték. A madár olyannyira apró volt, hogy a vonat kavarta szél ide-oda dobálta. Harry gyorsan lehúzta az ablakot, kinyúlt, és elkapta a madarat. Olyan érzés volt, mintha egy tollas cikeszt szorongatna. Óvatosan bemenekítette a bagyot a vonatba. Az habozás nélkül Harry ülőhelyére potyantotta a borítékot, majd vidáman röpködni kezdett a kupéban. Szemmel láthatóan büszke volt, hogy sikerült teljesítenie feladatát. Eddig ránézett apró kollégájára, és gúnyos lenézően csattintott a csőrével. Csámpás felült, és sárga szemét a kis bagolyra szegezte. Ron ezt Baljós jelnek ítélte, és elővigyázatosságból elkapta a madarat. Harry kezébe vette a borítékot, az ő neve állt rajta. Gyorsan feltörte hát a pecsétet szinte még ki se húzta a teleírt pergamenlapot, már is felkiáltott. Szíriusztól jött. Micsoda? hangzott fel Ron és Hermione kórusa. Olvast fel! Kedves Harry, remélem, hogy levelemet még hazaérkezésed előtt készhez kapod. Nem tudom, hogy a nagynénédék hozzá vannak eszokva a a bagolypostához. Együtt bujkálunk csikócsörrel, nem árulom el hol, mert megeshet, hogy a levél illetéktelen kezekbe kerül. Van némi kétségem a bagoly megbízhatósága felől, de jobb postást nem találtam, és ez a példány lelkesen vállalta a feladatot. Gondolom a dementorok még mindig kutatnak utánam, de itt biztosan nem találnak rám. Azt tervezem, hogy hamarosan megmutatom magam néhány muglinak egy a Roxfordtól távol eső helyen, akkor talán megnyugszanak a kedélyek a kastélyban. Van valami, amit nem említettem neked rövid találkozásunk alkalmával. Tőlem kaptad a tűzvillámot. Tessék! Harsogta diadalmasan Hermione. Megmondtam, hogy ő küldte. Igen, de eszébe se volt megátkozni a seprűt. Vágott vissza Ron. Au! Az apró bagoly mindeddig vidáman huhogott Ron tenyerében. Most erősen belecsípett a fiú ujjába, sajátos jelét adva a rokon szemvének. A megrendelést a te nevedben küldtem, csámpás adta fel a bagoly postán, de a vételárat a Gringotts 711-es széfjéből, a sajátomból utaltattam át. Kérlek, tekintsd a seprűt, utólagos, egybevont ajándéknak keresztapától mind a 13 születésnapodra. Ezúton szeretnék elnézést kérni tőled, amiért megijesztettelek azon az estén, amikor eljöttél a nagynénédék házából. Akkor készültem útnak indulni éjszak felé, és előtte még szerettem volna egy pillantást vetni rád. Ne haragudj, hogy megrémítettelek. Melékelten küldök egy írást, ami talán hozzájárul ahhoz, hogy következő roxforti éved kellemesebben teljen. Ha a szükséged van rám, azonnal értesíts. A bagjod megtalál. Hamarosan újraírok. Sirius. Harry kíváncsian belenézett a borítékba. Az még egy pergamellapot rejtett. Mikor elolvasta az írást, egyszerre olyan melegség öntötte el, mintha egy hajtással megivott volna egy nagy üveg forró vajsört. Én, Sirius Black, Harry Potter keresztapja, ezúton engedélyt adok rá, hogy a fent nevezett tanuló hétvégi látogatásokat tegyen Roxmorts faluban. Ha ez nem lesz jó Dumbledornak, akkor semmi, rikkantotta vidámon Harry, majd újra a kezébe vette Sirius levelét. Várjatok, utóirat is van. Úgy gondoltam, átengedem a kis bagyot Rónnak. Elvégre miattam veszítette el a patkányát. Rón elkerekedett szemmel merett a parányi madárra. Tartsam meg, motyogta tétován. Aztán Harry és Hermione nagy döbbenetére csámpás orra alá dugta a bagyot. Mi a véleményed? kérdezte. Biztos, hogy bagoly? Csámpás barátságosan dorombolt. Akkor jó, vidult Ferron, megtartom. Az út hátra lévő részében Harry többször újraolvasta Sirius levelét. Még akkor is a kezében szorongatta a pergament, mikor leszállt a Roxford Expressről a King's Cross pályaudvaron, és barátaival együtt elhagyta a 9 és 3 vágányt. A mugli világba lépve azonnal megpillantotta Vernon bácsit. Nagybátyja gyanakodva méregette a tőle pár lépésnyire álló Mr. és Mrs. weasley Mikor a tetejébe Mrs. Weasley a szeme láttára megölelte Herit, lelitt az arcáról, hogy legszörnyűbb gyanúja igazolódott be. A világkupa ügyében majd még felhívlak, kiáltotta Ron, mikor Harry búcsút intett neki és Hermionénak, sládástól ládástól elindult Vernon bácsi felé. A bácsi a tőle megszokott modorban üdvözölte nevelt fiát. – Az meg mi? – recsent rá, és a Harry markából kilógó pergamerre merett. – Ha megint alá akarsz iratni velem valamit, azt ajánlom. – Nem akarok. – vágott a szavába Harry. – Ez csak egy levél a keresztapámtól. – Ha keresztapától? – visszhangozta elképedve a bácsi. – Mióta van neked keresztapád? – Amióta élek, felelte Vidoron Harry. Ő volt apai és anya legjobb barátja. Elítélt egy gyilkosságért, de meglógott a varázslók börtönéből, és most szökésben van. Megígérte, hogy tartani fogja velem a kapcsolatot, rendszeresen meg kell írnom neki, hogy jól megye a sorom. Harry elégedett vigyorral nyugtázta a Vernon bácsi arcára kiülő tömény iszonyatot. És abban a biztos tudatban indult el a pályaudvar kijárata felé, hogy ez a nyár az eddigiaknél sokkal, de sokkal kellemesebben telik majd. Vége.